6 óra 8 perc és péntek, mindenkinek jó reggelt, szevasztok, mi már nagyon-nagyon jó kedvűen nézünk a konyha felé. Meg is írjátok SMS-ben, tudjátok, hogy mi van ilyenkor. Hello, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. És Anett, jó reggelt, szia. Jó reggelt, sziasztok. Te mit szoktál csinálni, amíg mi virslizünk? Tényleg, akkor mindig eltűnsz. Dohányzom. A Marlboro men a tetőn? Oh, yeah. Én vagyok itt a 11. kerületi cowboy a tetőn. Kinek mi a bajnokok reggelia, ugye? Hát. Igen. 1-4. Igen. Jó, kaptunk egyébként bajnokok reggeliét is, és elvesztettük a levelet hozzá. Kaptunk ma mást is, méghozzá horgolt virágokat, de olyan élethűek, Gerber, a rózsa, az a pöcsös virág, tudod, az direkt neked lett küldve. Az az enyém, igen. Orkidea. Igen. Komolyan, el kellett törnünk a leveleit, hogy lássuk, hogy élő vagy horgolt. Nagyon-nagyon helyesen egyébként Timi, a Mercedes-es lány készítette ezeket, évek óta foglalkozik ezzel, és annak az apropóján küldte nekünk, hogy egy pár hete hallotta, hogy a férfiaknak is jól esne, ha kapnának virágot. Mert lehet, hogy pár éve volt az a téma, nem? Nem, pár hete volt. És a lényeg az, hogy ez inspirálta őt arra, hogy amúgy is csinál ilyeneket, és akkor mindenkinek örömet szerez, és akkor Krisztinek nagyon köszönte, hogy leszervezte ezt, hogy ide bejuttathatta a dolgokat, tehát tényleg nagyon-nagyon szép. Mennyi munka van benne, a szépség nem is érdekel, hanem látod, hogy minden szem egy öltés, minden öltés egy szem. Igen. Abszolút. És Anett például már meg is tervezte, hogy hol lesz. Ő ugye rámarta egyből a tiédre a kukisvirágot akarja vinni, az, amit ő nagyon szeretne. Itt még megy némi harc, hogy melyik kié legyen. Persze, de Gábor is ragaszkodik hozzá, és akkor így marad az enyém. De tudod, hogy átengedem-e te vagy a hölgy? Tudom, úgyhogy haza is viszem. Na jó, szóval nagyon köszönjük. Amúgy meg, hát igen, mindenki tudja, hogy mit szoktunk péntek reggel, 6-0-8-as vejreggelt, virsli, péntek, hosszú étvége, mi kell még, költözünk össze, Bárán, 11 fok, öcsi a kamionos. Jó reggelt. Jó reggelt. Aztán Kislábúj nagyon fontos szerepet játszik az életünkben, ő ellenőrzi, hogy minden bútor a helyén van-e. De ismeri ezt mindenki szerintem. A mondat olvasásától, igen. Jó, jó reggelt, most, hogy szombat óta itthon dekkolok, betegen bevallom, néhány reggeli beköszönötés témát átaludtam. Persze később visszahallgattam, de mégis olyan furcsa így a nap, hogy nem a megszokott ütemben kezdődik. Remélem értitek, mire gondolok. Fati. Édes Fati. Jobbulás. Jobbulás neked, igen, és hát igen, szóval ez a... Mi régen elneveztük Punxsutawney reggelnek. Hogy hívják ezt a mormotás filmet? Idétlen időkig. Idétlen időkig? Aha. És ugye jó, nagyon. Tehát megint ez az idióta. De nem is ez a lényeg, hanem ugye abban van az, amikor minden reggel fel kell az időjárás jelentő, aki elmegy arra abba a helyi kisvárosban, a mormotát várják, és minden reggel ugyanaz történik. És ezt a várost hívják úgy, hogy Punxsutawney. De már azt sem tudom, hogy van írva, de Punxsutawney. És innentől van ez a Punxsutawney feelingünk, hogy minden reggel pont ugyanúgy, ugyanaz történik. És Fati most ebből kiesett. A Punxsutawneyból. Jó, szép jó reggelt, elindult a kis csapatunk az Ómékra. A stílusos vidéki éttermiség egyesület tanulóknak szervezett szakácsversenyére. A csapatnak, Patriciának, Tíriának és Kornélnak szeretnék kérni egy címvédést segítő nagyháját. Köszönettel András a mester szakács és Zoli a séf, mint felkészítők. Háját tudjátok, hogy nem jár erre, mert hogy azoknak, akik újonnan érkeznek hozzánk, és aztán gyökeret eresztenek nálunk, nekik ez az üdvözlése a mi részünkről, de mindenképpen drukkolunk nekik. Igaz, Patriciának is, Tíriának és Kornélnak? Szétverik az összes többi ilyen vidéki éttermi embert. Igen, főzzetek oda, így szokták ezt mondani. Azok kóklerek. Főzzetek oda? Igen. Hát most más nem mondhattam, mert nem lett volna. Főzzétek szét az arcukat. Főzzétek szét az arcukat, így van, pontosan. Vigyetek olyan alapanyagokat, hogy egyszerűen mindenki elájul, és nem tudok, az a baj, hogy nem tudok jó drukkoló szöveget mondani szakácsoknak. Azt, hogy szakítsák félbe az Ómékot, hogy azt mondják, hogy úristen, így nem lehet tovább, ez olyan jó. Így van. A magyar gasztronómia reformerei ők. Igen. Jó fazekat, vagy valamit lehet ilyet mondani? Ez igen, a vadászoknak mit szoktak mondani? Jó gyilkolást. Nem. Hát, nem szokták. Jó kéz és lábtörést. Igen, valamilyen szerencsés. Nem kéz és lábtörést, ez a színészeknél van. Egy kalappal. A hajósoknak tudom, hogy jó szelet az. Jó szelet, nem? Igen, igen. Cukrászoknak, hajósoknak. Jó, oké. Okay. Gabi bátyám, jó reggelt, Zalán atya tegnapi mustszentelő kiruccanása olyan jól sikerült, hogy ma egyedül kell fallabdáznom gyengékerése miatt, pedig mindannyian tudjuk, hogy a must fogyasztása veszélyeket rejteget, dicsértessék. A McLaren-es üzente, drága Zalán atya, egyszer küldj egy fotót róla, lehet, hogy nekünk is kéne egy szent ember a falra. Lehet. Nem Zalán atyáról egy fotót. Én azt gondolom, oda az ablak fölül az hiányzik, egy szent ember. Nem, nincsen semmi szent a falainkon. Ott van az én logóm, ott van a magyar válogatott, még Szalai Ádámmal újságból kitépve, az a Gyuri fala. Tényleg csak a te fejed világít itt, tehát oda mellé egy szent ember, az jó lenne. Nem? Itt vagyok. Istenem. Hát pont azért kéne egy szentember, hogy tényleg vissza tudjuk a képével tartani. Bárcsak lennél szentember, igen, hát a te bűnös életed. Igen. Oh, néha így fel tudnánk mutatni, hogy vissza-vissza, démon, vissza. Tényleg egy ilyen Zalán atya képe lehet, hogy tudnánk ördögöt űzni Anettből. Ó, igen. Oh. De nem most, igen. Ne, kérlek szépen. Hát a jó úton haladok. Meg a kép. Ne a hétvége előtt, most ne űzzétek ki a démont. Még a hétvégére szükségem van az ördögre. Gyere ördög, olyan helyre viszlek. Megőrülsz, meg én is. Így, pontosan. Na, mit akartam? Anett, időjárás edzés, milyen szép nagybetűkkel csináltad. Mi történt veled? Megszállta az ördög. Az, hogy nem volt rajtam a szemüveg, és nem láttad. Átolvastam először, és utána elfelejtettem átállítani a 16-os betűtípust. Nem zavar a nagybetű, mert nyilván én sem látok totál éresen, de csak furcsáltam. Igen, és így lett két oldalas. Igen. Kettő, meg ott a többi. Ahány mondat, annyi oldal. Bolondos ez az időjárás. Ma például lesz, ahol 30 fokot mutat majd a hőmérő. Nem lesz viszont országos a nyári meleg, az északkeleti tájakon igazi őszi idő várható. Nem lesz para, a hosszú hétvégén sem 20 fok felett maradnak a maximumok, bár holnap még a hajnali minimumok is. Nagyon-nagyon jó időt mondanak holnap reggelre. Lesznek még hullócsillagok is. Vasárnap este, ha nem lesz felhős az idő, akkor simán láthatjuk majd néhányat. Láthatunk majd néhányat, hullócsillagot. Ha augusztusban kívánhatunk egy hullócsillag után, akkor most is. Ez így van. Tudjátok, hogy mindig kívántunk. Én gyerekkoromban. Igen, amikor láttam egy hullócsillagot, akkor kívántam valamit. Ott székutason kifeküdtetek a mezőre? Igen. Az egész falu? Nem, csak én, meg a családom. Persze, kifeküdt a mezőre. Egész augusztusban ott feküdtünk. Nézték a hullócsillagot, és az egész falu azt kívánta. Hát ott feküdt Néger doktor bácsi. Nem? Már akkor... De, még akkor ott. Akkor még rendelt. Igen, akkor még rendelt. De augusztusban csak a hullócsillagok alatt volt rendelés. Vendel névnap van ma. Igen. Ma van a légiforgalmi irányítók és a biztonságos repülés világnapja. Fontos. Ők nagyon. 141 éve született Lugosi Béla, a leghíresebb Dracula, Blaskó Bélaként látta meg a napvilágot. Hát ő tényleg egy legenda. Tehát akik az amerikai, hát nem még horrornak se nevezném, de mondjuk horror, nagyon szeretik a régieket, mint mindenki. Lugosi Béla az ikon. Így van, az egy műfajteremtő volt. Azt hiszem, még Axl Rose is szereti őt. Meg Johnny Depp. A hasonlóságok miatt Johnny Deppet is vonza nyilván. Ott van az a film, az Ed Wood, ami egy ilyen tisztelgés, meg feldolgozás. Meg a Johnny Depp élete is ott van, ugye, ami tiszta Dracula, igen. 52 éves Snoop Dogg, amerikai rapper. Nagyon jó. Martha Stewart nagy barátja. Hát az nagyon vicces, az a barátság. Martha Stewart, tudod, a szakásnő, aki adócsalás érül. Óriási cimborák. Óriási cimborák Snoop Dogggal? Ez hihetetlen. De, Jézusom, ez tényleg érdekes. Döbbenetes. Ez van. 67 éves német Alajos Loizi, a bikini basszusgitáros, a zeneszerzője. Loizinak is boldog születésnapot. Így van. Na, dobok, és aztán jön a Gyurié. Ez a dobás rossz volt, Gyurié. Tata, 14 fok most, és 25 lesz, és napsütéssel. Azt a mindenit, Sánkhájt megelőzte Tata. Mert Sánkháj most 13 fokos, és 21 lesz csak, de napsütéssel. Nyíregyháza 15 fok, 25 lesz napsütés, Tamási 14 fok, 23 lesz, de felhős. És Budapesten 15 fokkal nyitunk, 25 lesz a max, és napsütés. Tök jó. Annyira jó. Ez jó nap lesz, gyerekek. És a jövő héten már azt hiszem, vagy azután novemberban, és még mindig ilyen közel 30 fok. Én imádom. Olyan, tovább folytatódik ez? Lesz, hát még hétfőn is jó idő lesz. Még hétfőn is 20 fok fölött lesz. Mi lesz a terméssel? Na mindegy. Nekünk jó. Kinek nem jó? Én mindig ezt tegnap is elkezdtetek nekem itt jönni a barackkal, meg minden, hogy ez kinek jó, meg nem jó. Hát igen, mi a Lacival, mi nem jó? Lacival átlátjuk ezt a helyzetet, hogy azért ez a november elején ilyen időnek lenni, ez nem tesz jót a mezőgazdászat. És akkor én belekérdeztem, hogy na akkor mondjad mezőgazdászom, minek nem jó ez a novemberi meleg? Hát ott kussoltatok, és aztán egyszer valaki azt mondta, barack. Például, igen. És akkor megkérdeztem a Lacitól, hogy volt már olyan nem sikerült barackot venni? Nem volt. Van barack. Én magyar barackot akarok, finom, egyébként a fagy nem jó a baracknak. Hát pont, hát de az lesz, ez lesz. Most az a baj, hogy azt hiszi majd a barack, hogy tavasz van, ezt a Laci nagyon jól levezette tegnap. És aztán utána hirtelen beüt majd a fagy. Akkor és már megérik. És semmi, oké, és majd elmész majd nyáron venni barackot, mert össze akarod mocskolni a melkasodat. Is. És fogsz kapni. Igen, és mennyire fogok kapni barackot, drága barátom? Figyelj, nem... Tudom, mindennek felment az ára. Mindennek felment az ára. Én majd veszek egy kiló barackot. Én akkor mennyire veszem a gázt az MVM-től? Meg a homár, tudom, ezek drága dolgok. Gáz, homár, languszta, kaviár. Hát ez a kategória, dolgok. Igen. Persze, persze. Akkor legyen a barack is az, igaza van? Így van. Nem most nehogy már ezen mit barack? Meggyőztél. Az átlag ember nyáron vesz barackot, hogy rácsulgassa a melkasára a levét. Mindenki, igen, azért. Van olyan, akinek terembarackja, az rakja el. Mert nyilván nem veszed zöldséges barackot, hogy elted. Tehát az elteszem, ezt tudom, hogy ez egy ilyen folklór, én nem teszek semmit sehova. Már a hazugsággal indul a reggel, de jó, menjünk így tovább. Szóval az évi 4-5 barack, az most azért nem kell annyira sírni. Inkább legyen meleg. Tehát én ezt mondom. A bolygó az nem a te 4-5 barackod miatt sír, hát még vagyunk pára rajta. Próbáljuk meg langusztafarkkal szemléltetni, szerintem ott nagyobb lesz az aggodalom. Fogod kivenni az Adriai tengerből a homárt. Hát kinek jó az? Egy gonddal kevesebb. Persze. Csak nem lesz fűszerezve. Jó. Annyira hülyeségeket beszéltek, hogy ez hihetetlen. Nem, az a baj, elfogytak az érveid. Megint olvastuk valahol, ez a baj. Igen. Nem akkor ezzel jössz, hogy főve fogjuk kivenni a homárt, meg tehát hagyjuk ezt. Jó. Baromság, hát baromság. Persze. Jó. Mindegy, ha barackra van szükséged, valamikor nyáron szóljál, veszek neked, jó? Hogyha ez a problémád, csak legyen még 30 fok novemberben. De nehezen tudtam ezt elérni. Már tudom, hogy erre ment ki. Jó, nézzük meg, gyerekek, a témáinkat. Egy brit férfiról olvastunk, és azért ez nagyon izgi, amit ez a manus csinált. Képzeljétek elő, eldöntötte, és egyébként közgazdász a csávó, eldöntötte, hogy már 15 éve, hogy ő megpróbál úgy élni, hogy egyáltalán nem használ pénzt. Nincs pénz, nem keres pénzt, nem költ pénzt, és nyilvánvalóan ez azzal jár, hogy azért sok lemondással, önellátó életmód, stb. Mert ő azt mondja, és ez érdekes, ami mögötte van, hogy a pénz az egyrészt minden probléma gyökere, másrészt a tetteinket vezérli. És na, ebbe gondoltunk bele, hogy basszus, tényleg így van. Tehát gyakorlatilag mit csinálunk mi? Hát csak tényleg lebontjuk a napunkat, vagy az évünket. Mit csinálunk mi, ami nem a pénz szerzés, esetleg költés sem függ össze. Majdnem mindent ezért csinálunk. Hát amikor a költést is belevesszük, akkor nagyon nehéz lesz. De azzal együtt befolyásolja a tetteidet, mert nyilván itt a fogyasztás, az elkezdenek lenni vágyaid, én ezt megengedhetem magamnak, ezzel akarod a kis egódat úgy simogatni, hogy... És nem csak az, aztán családod lesz, azt el kell tartani, egzisztenciális félelem, olyan munkát keresni, ahol többet kapok, rettegni a munkahelyen. Ez egy mókuskerék. Tehát gyakorlatilag mindent, amit csinálsz, a pénzért teszel. És ettől felszabadulni, ez egy baromi jó érzés lehet. Nyilvánvalóan azért kell kompromisszumokat kötni. Ő most már egyébként időközben a technológiáról is lemondott, tehát már áramot sem használ, és hát nyilván semmiféle kütyüt, meg ilyesmit. Jó. És azt gondoltuk, hogy próbáljuk már végig gondolni. Ő brit, tehát nem valahol, nem tudom, Dél-Chilében a hegyek között lámákat eszik. Ahol könnyű. Ahol könnyű lámát enni. Hanem ezt Angliában csinálja, hogy mi meg tudnánk-e ezt csinálni. Anett, Gyuri, milyen lakhelyet választanánk? Még lehetne egy utolsó költésünk. És hogy működne az önfenntartó élet? Hol lenne ez? Tényleg miben laknánk? Hogyan szocializálódnánk? Főleg egy nő. Érted? Hogy teszel szert javakra úgy, hogy nem árulhatod a tested? Szörnyű. 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 Most, hogy mondod, szörnyű. Szóval ez egy érdekes kísérlet lesz. Nem beszéltük meg előre, tehát most nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudjuk mind a négyen, hogy erről kell gondolkoznunk, és hát nyilvánvalóan majd a hallgatók is beleteszik a magukét, hogy lehetne ezt tényleg megvalósítani. A pénz nélküli életet vagy Magyarországon, vagy Európában mondjuk. Jó, nagyon jól hangzik. No? Oké, na ez az egyik. A másik pedig egy csodálatos kenyai férfi. Látom, most ilyen sztorikat hozunk nektek. Egy kenyai férfi, aki, képzeljétek el, az ügyvédi kamara, mit tudom én, portálján elkezdett ott nézelődni, és kiderült, hogy van vele egy névazonos ügyvéd. Aha. És ő valahogy becsekkolt, a lényeg az, hogy egy pár ilyen billentyű lenyomással ő magát ügyvédnek kinevezte. Ja, tehát ott a kamaránál gyakorlatilag ő személyiséget cserélt, onnantól kezdve ő volt azon a néven, az az ügyvéd. Így van. Tehát ő gyakorlatilag egy abszolút semmiféle gyakorlattal nem rendelkező férfi, hirtelen ügyvédé vált Kenyában, és ment is a bíróságra, és képviselt ügyeket. Tudjátok, mi a vicc? Na. 26 ügyet megnyert a bíróság előtt. Az ügyvéd kenyai férfi. A kenyai férfi, aki nem ügyvéd. Várjál, azért az embernek van alapvetően egy jogérzéke, egy igazságérzésed, nem? Tehát, hogyha hallasz egy sztorit, van egy alperes, van egy felperes. Meghallgatod őket. A józan eszed azt tudod mondani, hogy neki van igaza, igen, neki van igaza. És ez a bíró most, amiről beszélsz. Oké. Az ügyvéd nem ilyen, neki van igaza, nem? De annak van igaza, aki engem kifizet. Annak van igaza. Így van. Ez így, az ügyvéd. Így lett volna a mondatom második fele. Értem. A bíróval is járhatod, tehát aki megfizeti a bírót, annak is igaza lesz. Teremszolgával eljátszom? Kenyában lehet, hogy ez működik. Nem, Kenyában ő tényleg sorra megnyerte, 26 pert nyert meg, aztán lebukott. És jó, ez az ő sztoria. És akkor azon gondolkoztunk, hogy gondoljatok bele, hogy mindenféle képesítés nélkül ő megnyer ügyeket. Pontosan az történik, amit a Laci mondott, hogy mindenkinek van egyfajta igazság, mindenki tud érvelni és ellenérvelni valami mellett. Hát ez az. És így gyakorlatilag nem történt más, igazából, ha belegondoltak, az ügyvéd se csinál nagyon mást, mint hogy egy hétköznapi ügyeket lefordítanak ők bonyolult nyelvre, ezért te megfizeted őt, hogy legyen a tolmácsod a bíróságon, és a bonyolult nyelvet neked visszafordítsa, majd érveljen a te nevedben bonyolult nyelven. Hát igen, ennyi. Tulajdonképpen igen. Ők egy külön világban élnek, ez a jogi világ, és aztán utána te azért nagyon komoly pénzt fizet, de hát ezben elvileg bármelyik laikus elakad azonnal, ha belegondol. Abszolút. Ugyanakkor meg ugye ezek szerint az ügyvéd az kell, ügyvéd viszont baromi sok pénzbe kerül, és azon gondolkodtunk, hogy ha baromi sok pénzbe kerül, akkor ezek szerint nem jár mindenkinek a jog. Mert ha valaki nem tudja megfizetni az ügyvédet, annak eleve veszett fejsze. Illetve kérdés az, hogy ez így van-e. És ezért beszélünk ma dr. Lihi Józseffel, hogy például én megvédhetem-e magam a bíróságon, polgári ügyben, büntető ügyben. Segíte nekem valaki a bíróságon, magam védem, hogy értsem ezt a bigfa nyelvet. Hát ha más kérdezni, hogy hagyjuk-e megvédeni saját magát, lehet, hogy azt mondom, hogy nem, de téged azért a verbális készséged, de lehet, hogy azt mondanám, hogy gyereke, miért ne nézzük meg? Hát szerintem boldogulnál. Hát igen, csak hogy engednék-e. Én is azt gondolom, hogy én voltam nagyon sokszor bíróságon, és úgy éreztem én is, hogy jobban tudnék érvelni, mint az ügyvédem. Csak ugye ő azt a csavart nyelvet használta, amit persze értettem, mert van szövegértésem, de hát sokkal jobban érveltem volna. Hát ez az, hogy... Meg azt az egész rendet nem tartottam volna, hogy beavított egy teremben kell. Elnézést kérek, bíró, ezt a talár baromságot én itt nem csinálom. Jó, meg ezt a parókát, csak mondom. Parókát, úristen. Hát tudod, mi megy egy bíróságon. Szóval Lihi József ügyvéd úrral megbeszéljük ezt, hogy erre van-e bármilyen lehetőség. Egyébként mi van azzal, akinek nincs pénze? Az tud ügyvédet? Honnan? Régen voltak az ügyvédi munkaközösségek, baromi jók voltak, illetve jó, hogy voltak. Igen, ha bajba kerülsz, van még ez a kirendelt ügyvéd, vagy csak az amerikai filmekben. De nem, a kirendelt ügyvéded van, de hát büntető ügyben. Hát, hogyha most neked telekvitád van, akkor nincs kirendelt ügyvéd. Akkor azt vagy kifizeted, vagy bukod. Így van. Aha. Igen, akkor azt mondja a bíró, hogy mi van, nem hozott tolmácsot. Vagy téged perelnek mondjuk szintén polgári ügyben, vagy igen, és akkor hogy? Oda mész ügyvéd nélkül? Nem tudom, van ilyen. Állítólag jól emlékszem, hogy talán Puzsér Robi egyszer magát védte a bíróságon. Nem a Hajdú Petis ügy. A Hajdú Petis ügynél, mintha. Tehát azért mondom, nem vagyok benne biztos, hogy ez hogy működik, de beszéljük meg, hogy igazából ez az egész ügyvédeskedés, ez egy olyan dolog, amit mi is el tudnánk végezni. Ha már a kenyai úr. Jó, ez jó hangzik. Oké, Voga tanár úr, a WC papír történetével szeretné lezárni ezt a hetet? De várj, azt, hogy a párhuzamba állítja a kultúra fejlődésével. Hát persze, mert ez a kettő együtt jár. Nem hiszitek el, a maga elmerült ebben a témában, és olyan szorosan összefügg a társadalom, meg az ember fejlődésével, meg a kultúra fejlődésével a WC papír története, hogy meg fogtok döbbenni. És nagyon kíváncsi majd arra is, hogy ti melyik szakasznál kapcsolódtatok be. A összegtörlésbe? Tulajdonképpen. Melyik? Hát elég hamar. Körül akartam írni, de igen. És mikor kapcsolódtak? Hát mikor, amikor a szüleink már nem voltak hajlandók. Te mikor? Éppen akkor mi volt a divat? 90 körül. Mi volt akkor a divat éppen? Mivel? De hogy? Hogy? Hát abba hagyták a szüleid, hogy Gyurikám most már magad? Akkor most már ezt lehet magadnak csinálni. Erre te emlékszel? Nem, így gondolom, hogy így volt. Miért nem emlékezne rá az ember? Te emlékszel? Hát persze, hát én akkor már Pesten laktam, mondták, hogy oda nem jövünk utána. Vokcival ez, jöjjenek a tegnapi nap legjobb pillanatai, és hát ez csodálatos volt. Igazából Anettre lett ráhúzva azt, amit a Gyuri szeretett volna. Valljuk be utólag. Nem ismeretlen tőlünk ez a fogás, ez a szakmai stílus. Méghozzá egy kvízt akartunk Jean-Claude Van Damme-mal. Így van. És aztán nagyon szépen kaptuk a kérdéseket Anettől, hát azért valljuk be, hogy egy kicsit vakon botorkáltunk. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz 8 perc múlva. Na, Svédországban Enikő üzeni, hogy leesett már az első hó. Oh, és csak a mi műsorunk miatt kelt fel. De jó. Amúgy nem lenne kedve kimenni. Milyen hangulatos lehet. Igen. Azért ezt szerettem. Svédország. Adjon Isten, régen írtam már, gondoltam, beköszönök, Joci, azt átpászolja. Jó reggeltel, hello. Ó, köszönöm, igen, a teraszon dancing hajnalban Billy bácsi a legleg csodás napot, Zsuzsa. Ez Billy Idolra még. Aztán jó reggelt, ma van a szétrobbant virslik világnapja, ma 2 hete történt a virsli apokalipszis, Zsolesz. Jól emlékszel, Zsolesz, de azóta profi vagyok. Ma nagyon-nagyon szép virsliket csináltad, drága Anett. Igen, és a múlt héten is. Igen. Maximum még Halloweenkor lesz egy ilyen szétrobbantott virsli kiadás. És a bajnokok reggeliét, a szivar alakú csokit, a VVT1-es cigarettatárcát és a Backstreet Boys CD-t én küldtem nektek. A levelet sajnálom, hogy nem kaptad meg. Mi az kecsó? Megkaptuk a levelet, csak aztán nem tudtuk beolvasni, mert úgy tűnt el. Tehát igen. Olvastuk. De és nagyon szépen köszönjük. Igen. Külön mindenki. Nagyon. A Backstreet Boys CD is nagy becsben lett tartva, oda is adtam MC Hurikánnak, hogy tegye be a lemezes ládájába, hát hogyha egyszer még jól fog jönni. Amire esély nincs. Ezért is küldted Imi, hogy a Gyuri privátba hallgassa ezt a förmedvényt, de mindegy. És Laci, mit találtál? Mesélj. Ó, gyerekek, nem tudjátok megállítani Kern Andrást. Kész, ő küzd. Ő Don Quixoteként küzd Budapesten a parkolásért. Na, a Margit hídnál Budán. Most a másik oldalon is van egy ilyen járdaplac. Most a kedvenc pékségénél oda parkolt le. Ugye múltkor, amikor megállt a pékség előtt a járdán, akkor ugye ott a második kerületi polgármester egy Facebook posztban el is intézte Kern Andrást, hogy azért ez milyen dolog, és a gyalogosoknak nem ez a dolog, hogy autót kerülgessenek a járdán, de Kern András azt mondta, hogy ha harc, hát legyen harc. De tudod, hogy szándékkal, vagy csak egyszerre megint megtette? Véletlenül szerint. Ja, nem hiszem, hogy ebbe volt egy üzenet, hogy... Na, nem volt üzenet. Dehogy is. Hát ment a pékségbe, és azt is... És megint kileplezte le. Igazi rockstar kell. Most egy nagyon bírom. Hát ez az. Gyakorlatilag a mi Tomi Link. Igen. Gyerekek, én már nagyon várom, hogy a város melyik pontján fog újra parkolni. Én bírom amúgy is nagyon. De te, ő kiflit akar, nem érdekli, nem szarozik ezzel. Igazi rockstar. Nem, tudom, most lehet engem majd aztán szidni, hogy persze másnak meg nem bocsátanám meg. Nem, így van. Nekem kivételes. Valahogy neki ez most jól áll. Szerintem is, abszolút. Én is ezt mondom. Igen, mert az emberben igazából az van, hogy oké, ki lehet kerülni az autót, inkább ez a neki lehet, nekem nem érzés. Ez fáj ebbe. De közben lehet neked is. Tilosban parkolni bárkinek lehet. Bárkinek lehet. Tehát, így van. Az ő következménye, ő viseli, ez bárkinek lehet. Ez az, ha ettől rosszul érzed magad, akkor csináld. Aztán csináld te is. Utána azt Kern. Így van. Be Kern. Ez az. Legyél rockstar. Legyél rockstar. Így áll ingyen. Na, igen. Na, gyerekek, én mindenkit megünneplek, aki a házasságot nagyon rendesen csinálja. Komolyan. Azt én is. Till Attila és felesége, Krisztina, 26 éve házasodtak össze. Most a Tilla kirakott az esküvőről fotókat. De hogy feleségét. És az ünnepség egy pontján. És most Tilla kirakott. Na igen, kirakott egy fotót. Megünneplek, hát ennyi volt. Nem. Kirakott fotót az esküvőről, és hogy milyen helyes. Tilla ott még egy ilyen... Annyira jó képű volt a Tilla 26 évvel ezelőtt. Komolyan mondom, én megtöbbentem rajta. Most jön a Tilla szidás? Nem. Tilla alázás? De hogy is, én imádom ezt a Mick Jagger arcát, ami van neki, tehát én nagyon-nagyon szeretem a Tillát, de hogy, na mindegy, csak hogy ezért gratulálok, és hajrá tovább, 26 év legalább. Előkerült Azaria korábbi Toy WC-s szeretője. Igen. Gyere, Gyurika, feküdjünk le, és apa mesél. Jó, rendben. Én már fél álomban vagyok amúgy is. Mesélj, apa. Nem mondom. Akkor nem mondom. Na mindegy, előkerült, mert most én azt érzem ebben, hogy most az Azariáról minden, amit találunk, szedjünk elő, csinál 3 koncertet, majd megtölti a puskást, és nem tudom, amit tudunk, szedjünk róla előre, vagy elő, és hogy a lány a botrány miatt Hollandiába menekült, mert annyi bántást kapott, és most megint előjött ez a sztori, és ő most egy Instagram sztoriban reagált arra, hogy miért van az, hogy ha egy nő csinál ilyet, akkor leribancozzák, de ha egy férfi csinál ilyet, de most melyikre, milyen sztorira gondolunk? Szolnoki Palacsinta Fesztiválon. Ja, még az a sztori. Igen, és Hollandiáig menekült a lány. Igen, és akkor most ez... Melyik lány, akivel csinálta, vagy az akkori barátnője? Akivel csinálta. És az elment Hollandiába emiatt? Igen, mert sok bántást kapott. Emiatt. Ez van, ennyit tudok. Én annyit tudok, amit a bulvár megír nekem. Laci, ezt mondd el a Bocsinak. És... mondom, ezzel előjött most ő, hogy egy nőnek miért nem lehet ezt, és egy férfitól meg miért fogadjuk el. Teljesen igaza van. Backstage, és szerintem tök igaza van. És én ezért gondoltam ezt, hogy teljesen igaza van. Annyira igazságtalan ez, hogy azonnal... Hát ez a megítélés, hát ezt tudjuk, ez már gyerekkorunk óta ez van belénk nevelve, hogy a nőknek bűn, a férfiaknak meg dicsőség, hogyha sokat... Yeah. Igen. Hát a bátorság kell ahhoz, hogy most azt mondjuk, hogy ne legyen ez így. Legyen így, hogy a nők is csinálhassák ezt a dolgot. Hát Anett, akkor hajrá. Hát én nem merem. Nem ítélünk el. Semmi gond. Jó, lehet, hogy ti nem, de a világ elítélne. Igen, az a baj, a világ elítél, igen. Igen, úgyhogy változzunk, ezt akartam üzenni mindenkinek. Jó, köszönjük szépen, Laci, óriási vagy. Jövünk vissza nem sokára, egy amerikai férfinak a példáját próbáljuk követni. Úgy hívják, hogy Mark Boyle, ő, képzeljétek el, egy abszolút értelmiségi közgazdász diplomával rendelkezik, stb. Nagy-Britanniában él, és 2008-ban eldöntötte, majd elmondom, hogy mi volt egyébként az oka, hogy ő pénz nélküli életet szeretne folytatni. Az egy merész húzás egyébként. Valószínűleg az eleje nagyon nehéz ennek, mert aztán kialakítasz valami kis minigazdaságot magadnak, ahogy fenntartod magad. Na hát ezt nézzük meg. Ő egy lakókocsiba költözött, és aztán tényleg úgy sikerült az életét. Tehát 15 éve úgy él, hogy nincs pénz, nem keres pénzt, nem is költ pénzt. Én szerintem boldogabb is egyébként. És egyébként tényleg boldogabb, hogy mi ezt, hogyha ezt a feladatot kapnánk, vagy esetleg erre az elhatározásra jutnánk, ugye, hogy kezdenénk bele? Tehát ki, hogy lakna? Anett, Gyuri, Laci, én. Hogy szerveznénk meg az önfenntartó életünket? Mit csinálnánk a nap nagy részében, amikor valljuk be, az emberek, te is, én is, mindenki, a nap nagy részét azzal töltjük, hogy valahogy a pénzzel foglalkozunk, mert vagy dolgozunk és pénzt keresünk ezzel, vagy a költés, vagy a adósság, vagy a nem tudom micsoda, de mindent a pénz motivál. És ugye ettől szakadt el Mark, hogy mi akkor mit csinálnánk, amikor felszabadul a napunk. Nagyon érdekes, mert ha belegondolunk így egy pillanatra, akkor így azt érezzük szerintem, hogy ebben azonnal elvéreznénk. És aztán, ahogy így elkezdesz gondolkodni, rájössz, hogy nem is, hogy ebben simán lenne működőképes gondolat. Van, lesz, nézzük meg egyenként, hogy ki hogy csinálná. Nyilván a hallgatóink is majd elgondolkoznak, hogy ők hogy csinálnák, arra is kíváncsiak vagyunk. De én picit félnék ettől az élettől. Hát, tehát az egyik oldalon úgy érzem, hogy tényleg a pénzrabja vagyok. A másik oldalon meg azt gondolom, hogy tényleg felszabadítani is rajtad ez a nyomás. Hát, és kérdés, hogy milyen lemondásokkal, áldozatokkal jár ez egyébként, ez a szabadság. Az a baj, hogy rengeteg. Nagyon sok. Na, ezt döntsük meg. 7 óra 12 perc, szevasztok, jó reggelt, hello Laci, hello Bocsi, jó reggelt, Gyuri, jó reggelt, szia Anett, jó reggelt. Hát nem tudom, hogy... Bocsáss meg, igen. Hát nem tudom, hogy tudunk-e segíteni, itt Éva Solymáról kéri a segítségünket. Úgy volt, hogy apukámat tegnap hozzák haza betegszállítóval a kórházból, de nem hozták, nem tudni mikor tudják. Mivel nem állunk valami jól anyagilag, szállításra lenne szükségünk, apám cukros, és sajnos nem valami jó a mozgása sem. Aki tud, segítsen, nyugodtan beolvashatjátok. Gondolom, hogy a telefonszámodra mondott, hogy nyugodtan beolvashatjuk. Feltételezem, hogy a Solymári vagy, akkor egy budapesti kórházból kéne Solymárra hazaszállítani apát. Ha valaki erre jelentkeznek, akkor összehozzuk a számoddal, jó? Ezt tudom tenni most ebben az ügyben. Amúgy, Laci, ezt szerintem neked üzenik, hogy sziasztok, barack ellátás biztosítva, Zöldséges Zsolt. Köszi, Zsolti. Csak hogy tudjad. Aztán az M3-as beállva, de röhögök reggel. Laci. Hát igen, a szokásos. Nézem közben, nincs baleset, vagy legalábbis én nem látok, úgyhogy ez valószínűleg az útfelújítás miatt van. Akkor kérdezik, jól olvastam, rendeződött a Manuel ügy? Még nem tudunk pontosat, annyit tudunk, hogy Manuel felhívta Kingát, ugye a Noé állatotthonból, és bár rosszul esett neki ez a beszélgetésünk, ugyan akkor állítólag ő most ezt rendezi, és tisztázza, és már utalt is pénzt. Tegnap délután hívott Kinga, akkor még csak az volt, hogy elindult valami nagyon biztató tárgyalás, és hogy mik a fejlemények azóta, erről majd ma fogunk beszélni, és akkor lehet. Adáson kívül, így van. És akkor majd esetleg jövő héten ezt még, ha van valami így komoly van, fejlemény, happy end, bármi, igen, akkor azonnal be fogunk számolni. Na, gyerekek, képzeljétek el, itt van egy brit férfi, és ő megvalósította azt, amin azt gondolom egyébként, hogy szerintem mindannyian, mindenki legalább egyszer az életében elgondolkozott, hogy vajon milyen lenne. Milyen lenne az élet pénz nélkül? Az ember ezen vagy elgondolkodik, mert fantáziálni akar, vagy mondjuk kerül olyan helyzetbe, hogy... Hónap végén. Nem hiszem, hogy ezekre célzunk, hanem pontosan, elmondom, hogy neki mi volt a motiváció. Jó. Úgy hívják a fiút, hogy Mark Boyle, 2008-ban, tehát 15 éve döntött úgy, hogy ő felhagy a pénz használattal. Mindezt Angliában. És amúgy üzleti, meg közgazdasági diplomával rendelkezik, tehát ő egy értelmes férfi, dolgozott egy cégnél, bioélelmiszereket gyártó cégnél, Bristolban, tehát teljesen rendezett élete volt. És akkor még 2007-ben egy lakóhajón élt, de egy ilyen menő lakóhajón, ez Angliában egyébként szokás. És borozgatott a haverjaival, és beszélgettek, és rájöttek, hogy igazából minden probléma gyökere a pénz. Oké. Hogy hangzik ez a mondat? Hát elgondolkodtató. Mert az igaz. Borozgatott a haverjaival, de ő volt az egyetlen, aki bele is ugrott fejest ebbe a történetbe, a többiek meg röhögnek. Hát lehet, de nem biztos, hogy úgy csináltak, hogy jó, akkor holnaptól pénz nélkül élünk, és csak a hülye Márk ugrott bele. A barátai elköszöntek a borozgatás után, azt mondja, akkor mint most nálad van pénz, azt mi el is visszük, hogy el tud kezdeni már ma este. Tényleg, az utolsó filéreket is szét kéne osztogatni. Hát, ha belegondolsz, az tényleg egy spirál azért, hogy a pénzkeresés, hogy miért keresek pénzt, azért, hogy költeni tudjam a pénzt, de akkor az időmet hogy osztom be, hogy már megint dolgozni tudjak. Ha belegondolsz, erre épített fel az egész életed. A tanulás, a karrierválasztás, az iskolai hajtás, hová mész, hová helyezkedsz el, minden erről szól. Pontosan, tehát gyakorlatilag, amikor már oviba, iskolába kerülsz, onnantól arra nevelnek téged, hogy előbb-utóbb az életben úgy megáll a helyed, hogy keres elég pénzt. Azért fejlesztjük a képességeidet, hogy jól tudjál pénzt keresni. Igen. És oda tud adni vállalatoknak, akik eladnak dolgokat. Eladnak dolgokat, oda tud adni az államnak, aki adóformájában beszedi, oda tud adni a feleségednek, aki goldigger. Tehát, hogy... Igen. Ha ezt így kívülről nézzük, ha kilépünk ebből a körből, akkor ez nagyon lélekölő. Ez nagyon az. Figyelj, azt mondta a csávó, hogy beláttam, a pénz egyfajta elszakadást hoz létre köztünk és a tetteink között. Ezért úgy döntöttem, kipróbálom, lehet-e anélkül élni. Tehát ott van, vagyok én, és ott vannak a tetteim. Igen. És ezt választja szét a pénz, mert én valószínűleg nem tenném azt, amit egyébként egész életemben azért teszek, hogy pénzhez jussak. Nem? És azzal a pénzzel utána mit kezdek? Igen. Akarom én valójában azokat a dolgokat, vagy csak azért, mert látom, hogy egyébként a kerek élethez az kell, hogy nekem ilyen dolgom legyen otthon, azt megvegyem magamnak. Ez azt jelenti igazából, hogy a napunk nagy részében olyan tetteket hajtunk végre, amit amúgy mi magunktól nem is akarnánk csinálni. Tehát, ez pontosan így van. Ha csak valaki nem szerencsés, és nagyon-nagyon szereti a munkáját, és az még plusz szerencse, hogy pénz is jár érte. Igen. Cristiano Ronaldo. Vagy esetleg mi itt, igen. Axl Rose. Vagy mi, esetleg mi. Igen, de a legtöbb ember, tehát Nagy Kozári nem fuvaros lenne, hanem mit tudom én, Csverő, vagy nem tudom mi, tehát ha nem kéne fuvarozni, nem azért fuvaroz, mert szívességet tesz. Milyen helyesen néz neki ez az SMS név, a Nagy Kozári Verő. Így is szívesen fogadnánk. Nem, ő pénzt keres azért, igen, hogy hazavigye a szerelmének, hogy magának, hogy ki tudja fizetni a számlákat, a fűtést, a bármit. Mert hidegben nagyon rossz, igen. Igen. Na jó, gyerekek, szóval felszabadító érzés lenne? Hát szerintem igen, csak lenne egy pokoli időszak, amíg erre átállsz igazából. Márknak is ez volt. Hát első körben nagyon rémisztő. Hát gondolj bele, a házadból, az autódból, a hűtőszekrényedben a finom előkészített ételekből, a kényelemből, neked akkor azonnal egy pénz nélküli életbe, ahol mindent akkor honnan szedsz elő? Magadnak kellene, mert előteremtened, és ez a legborzasztóbb szerintem, mert nagyon el vagyunk már ettől szokva. A csávó megcsinálta, eladta a lakóhajóját, egy lakókocsit vett, belevágott ebbe az életbe, azt mondja, nagyon kemény volt, ahogy a Laci is mondja, és azt mondja, Azóta több barátja van, mint nem volt soha beteg, és sokkal fittebb. Tehát nyilván az életmódja is egészségesebb. Persze. Hát aztán még 2017-ben, bocsánat, még egy gondolat, lemondott a technológiáról is, tehát áramról, vezetékes vízről, internetről, okostelefonról, és ezzel próbálja az embereket inspirálni, hogy ne függjünk annyira a pénztől, ne függjünk annyira a technológiától. Na, gyerekek, hogy érzitek? Felszabadító érzés ez? Vagy nyomasztó inkább? Nyomasztónak, engem rémiszt. Szerintem meg baromi izgalmas. Tehát amiről ő beszél, hogy sokkal jobban kapcsolódsz a tetteidhez. Mindent magadért csinálsz. Az, hogy tényleg akkor legyen vized, hogyha ő vezetékes vizet nem használ. Az, hogy legyen mit enni. Egész nap az idődet nem azt töltik, hogy bemész egy céghez, ahol majd ott nem tudom, így utasítanak, azt csinálod, amaz csinál, hanem magadnak termeled meg, amit mondjuk meg akarsz enni. De mivel töltöm az időmet? Vízszerzéssel? Hát ezzel. De nem tudok máshonnan vizet szerezni, mint hogy lopok a CBA-ból. Hát, akkor lopsz! Tudnál amúgy, de ez is egy érdekes dolog, hogy most a napunk nagy részét azzal töltjük el, hogy pénzt keresünk. Ott meg a napunk nagy részét azzal töltenénk el, hogy életben maradjunk, tehát igazából nem lennénk nagyon szabadabbak. Vagy igen? Szerintetek? Hát függnénk attól. Jó gyerekek, akkor képzeljük el, belevágunk mi is ebbe, jó? Ebbe a pénz nélküli életbe. Jó. És most nézzük meg, hogy hogyan csinálnák. Menjünk lépésről lépésre. Van pénzetek, mindannyiunknak van valami pénze. Jó. Még utoljára csinálhatunk egy nagy bevásárlást, oké? Okay? Ki mire költeni? Nyilvánvalóan ebben már benne foglaltatik azt, hogy hol laksz. Igen. Jó. Na, ki milyen lakhelyet választana magának? Hol? Én a legegyszerűbb. Én egy tanyára elköltöznék. Alföld tanya. Erdő mellett egy jó kis, nekem bőven elég tanyaépület, és valószínűleg amire én költenék az utolsó pénzemből, az lenne, amiből mondjuk termelni tudok ennivalót. Tudsz termelni ennivalót? Tehát van hozzá képességed? Hát, vagy összeeresztenél csirkéket, hogy abból csak lesz tojás? Én ezt gondolom. Ez az én stratégiám lesz, majd mindjárt mesélek. Igen, mert hogy én is ezt gondoltam egyébként, tehát hogy vetőmagokat vennék magamnak, azokat, amiket szeretek, zöldségeket, nem tudom, gyümölcsfát talán. De mit érted? Tudod, hogy hogy kell? Hát azért nem olyan bonyolult dolog az. De elszorjuk a földbe, és utána locsolgatjuk. Én is ezt hiszem, vagy ezt gondolom. Nem így van. Nem tudom, hogy így van-e. Szerintem igen. Ne, hát én jó, de valamelyiket be kell dugni a földbe, valamelyiket csak rászórni, én azt sem tudom. Ha mindegyiket begyömöszölöd egy újjal. Szerintem is be kell nyomkodni. Be kell nyomkodni újjal. Igen, benyomkodod, és adsz neki egy kis víz. Nem tudom, mennyi cukkini jön ki belőle. Tehát elszórok egy... Nagyon sok. Elszórok egy magot, az 3 cukkini. Nem, 9. Vagy teleszórom az egészet, és nyáron meglepődöm, hogy így a cukkini ránő a házamra. Hát meg ez az, hogy most eldugdosod a cukkinit, aztán vársz egy fél évet, addig mit teszel? Még nézed, hogy a cukkinit kinő. Ja, valahol el kell kezdeni. Tehát én az utolsó költésemből, tehát akkor vennék cukkini magot, meg céklát, meg sárgarépát, illetve nagyon sok szeletelt sajtot, hogy addig, amíg megnő, addig azt tudja menni. Igen. Na jó, akkor itt tartunk. Laci, Tanya, Gyuri, te? Én valami kis háborítatlan helyre mennék, egy telekre mondjuk. Én vennék az utolsó pénzemből egy telket, hogy azért az legyen. Egy lakókocsit. Ügyelnél arra, muszáj lesz ügyelni arra, hogy olyan helyen veszel telket, ahol van ingatlanadó, vagy nincs ingatlanadó? Nincs, hát azt nem tudnám. De fennáll a vezér, 5 év múlva kiírják arra a település, hogy ingatlanadó. Igen, de hát a majdból nem tudok táplálkozni, most egyelőre, ha nincs, akkor lakókocsi, tehát telek, lakókocsi. Mondjuk Mezőköves körül valahol. Mezőköves mellett. Jó választás, mert ott nem háborgatnak. Nem ülje a Gyuri. Jó. Anett, te? Nem muszáj Magyarországon maradni, ugye? Jó. Én mindenféleképpen olyan helyre mennék, ahol nem kell fűteni télen. Úgyhogy én a Seychelle-szigetekre gondoltam. Oké. Aha, pénz nélkül. Figyelünk tovább. És amikor odaérkeztem, tehát nyilván nekem elég lenne egy kis bungaló ott az óceánpartján, tehát a vízpart közelében. Bocs, ezt meg tudod finanszírozni az utolsó pénzedből? Tehát Seychelle-szigeteken bungaló az óceánpartján? Tehát, hogy... Az egész meséd olyan lesz, amiről a ladány benne 27 már énekel? Nekem elég egy ilyen tarzanlak, tudjátok, a fákra. Akkor olyan lesz, mint a ladány benne végig, oké. Tarzanlak. Figyelj, tehát, hogy én nagyon jól elképzeltem, mert én édesburgonyát termesztenék, különböző gyümölcsöket én is, meg hát ugye adva van ott kókusztól kezdve banánon át, sok mindent megtalálnék útközben, és ezen kívül pedig csirkét. De valami más Seychelle-szigeteken? Ez mind van. Igen. Tudod, hogy lehet egy kókuszt egyáltalán megszerezni, egy kókuszdiót? Hát megvárom, még leesik a fáról. Az is egy módszer? Igen, és máshogy hogy felmászok? Mekkora egy kókusz? Hát a lábadra tekered azt a izét, azt a liánt, és akkor ezzel a benszülött mozgással felhúzod magad. Hát mondjuk lehet, hogy kipróbálnám, hogyha már ott élek. Arra azért hívjál meg. És még addig egy egészségbiztosítást fizes magadnak, amíg ezt kigyakorlod. Jó, Gyuri, Én is ugye azt választanám, hogy ne kelljen a fűtéssel törődnöm, én Spanyolország. Ez jogos, ez a fűtés dolog, ez jogos, ez nem jutott eszünkbe. Nem, azért mondom, hogy mindent át kell gondolni. Tehát vályogházban vagyok. Vályogházban vagy, ami valamelyest tartja meleget? Szerintem a vályog az nagyon jó. Lenne egy bubos kemencém, és akkor közeli erdőből lopnám a fát. Jó, nekem meg lakókocsi van, én körbe tudom tenni ilyen Brooklyn kályhákkal, és akkor azzal meg vagyok. Az mi ez a Brooklyn kályha? Hát tudod, az az olajos hordó, amiben gyújtok tüzet. Aha, tehát még az utolsó pénzéből vesz egy 15 olajos hordót. És azt körbe rakod a lakókocsidat? Igen, és legalább a vadállatokat is elriasztja. Jó, háztáib, én nem tudom, én vennék bárányokat, csak... Bárányokat? Jó, hát az jó. Bárányokat, tehát egyrészt ad pulcsibundát, vagy hogy hívják ezt? Pulcsibunda. Az van rajta. Elveszed a pulcsibundáját. De nő neki újra pulcsibudája. Hány bárányt akarsz venni? Mit? Hány bárányt akarsz venni? 2, amelyek nagyon gyorsan szaporodnak, és a többit meg levágni. Hát persze, kell ünneplő pulcsibundának, kell hétköznapi pulcsibundának, csomó minden pulcsi kell. Ezt akarom mondani, mert a Gyuri is a csirke, meg és a csirke, valószínűleg hamarabb jutunk húshoz. Neked a 2 darab bárányból valószínűleg várnod kell, hogy 2 évet, mire húsod lesz, viszont lesz 32 puló. Azért én valamit tanultam, én láttam, hogy meg kell festeni a hímbárány hasát festékkel, és hogyha festékes lesz a nőbárány háta, akkor megcsinálta. Aha. A hímbárány. Igen. Tanultál. Azért mondom, ezt egyet nem tudok, hogyha mondjuk ott vagyok a báránypiacon, és van 82 bárány, akkor én az, és ott mondják, hogy jó, választom, bocskorú, nem tudom, melyik a hím. Ja, hát hogy kell, hogy a pulcsibunda elrejti a cuccot. Kék szalag van a nyakán. Hát meg kell valahol tapintanod. Hát hol tapintod, füleltöve valahol, mit tudom én? Abból, Gyuri, nem tudom, itt megakadnék. Lehet, hogy 3 bárányt vennék, és csak hím az egyik. Nekem még az is szöget ütött a fejemben, hogy Spanyolországban hol fogod hordani ezt a sok szép pulcsibundát, mert azért komoly hőt fog az leadni neked. És nincsen, de pulcsi kell. Na jó, akkor várjál, van egy ötletem. Jó, akkor azon is gondolkozunk, hogy oké, itt megfinanszíroztuk a hülyeségeinket, telecukkinized az Alföldet, Gyuri olajos hordókkal kivilágítja a mezőkövesdet. Édes burgonyát termesztek. Anett meg még a 3. nap is ugrál egy pálmafa alatt, hogy tud feljutni. Én meg csak remélem, hogy izé... Próbálsz bárányszörbe Armani logót fíjelni valahogy. Valahogy kell a luxus. Nem. Hát ugye nyilvánvalóan szükségünk van olyan árura is, amit nem tudunk megvenni pénzért, de valamire cserélni kell. Igen. Tehát valamit elő kéne állítani, ami mindig egy jó csereáru. Mindig. Na, én ebben már nagyon sokat gondolkodtam. Nekem 2 csereárum lenne. Az egyik a gomba, hiszen ott vagyok Mezőköves környékén, venni fogok egy ilyen gombász kézikönyvet, és el fogok indulni, és gombát gyűjtök, és azt eladom. Majd csinálok belőle kaját is. Azt hiszem, az elég a piacon. Amikor... Azért nem semmi. Tehát, hogy egyből az emberek megmérgezését kockáztatni. Tehát egy delfin zsebkönyvből ő majd kimegy árulni gombát a piacra, és Mezőkövesdet lemérgezi. Be lehet vizsgáltatni, de hát ez ott van nekem. Mivel fizetett ki a bevizsgáltatást? Egyen egy gombát? Adok gombát neki. Egyen egy gombát, biztos úr. Válassza azt, amit jobb oldalra tett. Ezt kóstolja meg, biztos úr. Ezt kóstolja meg, de csak a vizsgálat végén egyen meg, ha már nem vagyok itt. Nem, egyen meg most, és akkor nem kell fizetni. Neked mi a cseréd? És a testedet nem árulhatod. Tudom, hogy ez... Jó? Tehát ez abszolút kizárt. Tudom, hogy ezzel sok mindent lehet szerezni, még Seychellen is. Kokosdióért sem. Igen. Nekem is van nagyon sok ötletem. Tehát eleve ugye termesztenék édes burgonyát, a piacra kivinném, becserélném, vagy a kagylókból, amit a vízből kiszedek, ékszereket készítenék, és mondjuk azt is eladnám, vagy esetleg... Kinek? Jó. Hát a helyieknek. A helyiek nagyon szeretik a kagyló ékszereket. A helyiek azok térdig járnak a kagylóban. Ott fognak nézni, sosem láttam még ilyen szép kagylót. Esetleg még ami eszembe jutott, hogy bármilyen termékért én oktathatnék jogát. Gyorsan megnézném a neten, hogy kell joga, milyen órák vannak. Még utolsó nap? Megnézni a neten? Igen, és akkor a homokos parton jogát oktatnék. Mit tudom én, tejért. A helyieknek. Okay. Esetleg adjál még tengervizet a helyieknek, gyerekek. Nem gondoltál? Hát szerintem a Seychelle-szigetek nagyon várja a nettet. Tengervizet a palackos tengervizet a helyieknek. Óriási az a net. Jó, gyerekek, mivel telne, ugye nem tudunk tévézni, nem keresünk pénzt, mivel telne az egész napunk, hogy nem lenne unalom? Hát biztos, hogy nem. A napunk az baromira melós lenne. Igen. Tehát azért az állatokkal, a növényekkel, neked kötögeted a pulcsikat egész nap, azért elmegy az idő egy sima fordítottal. Inkább az este tudna lenni, amikor képzeljétek el, besötétedik, nincs áramunk, semmi. Hát például te hogy töltenéd el az időt? Bocsi. Én nagyon nagy bajban lennék. Na. Gyertyát kéne gyújtanod, tehát gyertyát kell szerezned. Okay. Tudod, mit szereznék? Én... Egy kis benjót, nem? Benjó, jó, legyen benjóm is, de hát inni kell, tehát nem bírom ki az estét. Hogyha nem tudok nézni valamit, nem tudom, Netflixet, akkor nem bírom. Nem, én láttam, volt egy ilyen a Spektrumon, vagy hol, ezek az amerikai szakállas emberek, akik az erdőben titokban, tilosban főztek viszkit. Aha. Aztán Moonshiners, vagy valahogy így hívták ezt a... és olyat csinálnak? Hát vennék még, ugye, amikor költözöm le Spanyolba a bárányaimmal, vennék még egy desztilláló készüléket. De hát ez nagyon egészségtelen, láttam én is ezt a sorozatot, kihullik a foguk, meg minden. Ez, de hogy hullik ki a foguk? Azért nem hullik ki a foguk, mert nem mennek fogorvosok. De izé, nem a viszkitől, a Moonshiners-től. Ja. Azt hittem, és akkor én párolnék. Hát mindent lehet párolni. Hát még a Laci cukkiniét is le tudnám párolni. Akkor viszont hordanám hozzád. Hát messze van. Spanyolország, onnan Kecskemét mellől. De akkor én biztos, hogy viszkit, az egy jó csere alap. Még a spanyolok is szeretik. Azért kapnék... Pulcsi bundának való. Nem, kapnék, mit tudom én, szeretelt sonkát, vagy valami, ami úgy izé. Igaz, ez tényleg jó. És ki tudom ütni magam már délután, hogy reggelig ne kelljen törődnöm semmivel. Hogy meg fogsz izzadni reggelig a pulcsi bundában, a spanyol tengerparton kinyúlva a mini házad előtt. Jó, Gyuri, tegyük fel, ugye te egy fiatal hím vagy. Csak hogy messzebb nem menjünk. Nem, hogy előbb-utóbb rád jön az, hogy hát kéne most már csajozni. Most már itt felgyújtottam az olajos hordóimat. Megvan a gomba. Megvan, és elindulsz Mezőkövesdbe a városba, valami szórakozó erre, ahogy szoktál. Ja, igen. Oké, de hát nincs pénzed. Bemész, és ott vannak a csajok. És hogy hívod meg, nem tudom, egy kólára, vagy bármi, amit szeretnek? Visszanyúlok a középiskolás fogásaimhoz, vagy mit tudom én. De azok mik? Hát, de egyszerűen valahogy megoldom ott a helyen. De hogyha egyébként meg cserében gondolkodunk, akkor nyilván a helyiekkel is lehet cserében élni. Tehát, hogy... Akkor... beindul a Mezőkövesd diszkóba egy gombával? Sokan csinálják, ez csak nem legális. Oda mennél a pultos csajhoz, és felmutatná egy vargányát? Ez olyan vargány. Egy üvegért ezt a szép darab vargányát tudom adni. Mit vennél fel? Lenne valami utolsó cucc, valami jó cucc, amit vihettek magatokkal a pénztelen életbe? Á, én nem akarok. Én a kék öltönyömet vinném, ez mindig jó. Mi van? És milyen gyakran használnál? Ott lenne a kék, hát amikor kell. Tényleg te is elmennél is szórakozgatni, hát nyilván azért szeretette az éjszakai életet. Persze. De mivel közlekedni jut eszembe? Kék öltöny már megvan, elindulna, hát benzin nincs. Ló. Ó, de szép. Azért most megvan, hogy egy kék öltönyös férfi lóval megérkezik. És bemegyek délután a Moonshiners viszkimet lefőztem. És a lóval viteted be, aki a kék öltöny rajtad. Felülök kék öltönybe, és akkor bemegyek Malagába. Olyan lennél, mint egy 2023-as Lucky Luke. Don Johnson lovon. Na jó, kitaláltuk, gyerekek? Hát ez ki van. Szerintetek melyikünké a legélhetetlenebb koncepció? Szerintem Anetté. Szerintem is. Higgyétek el, megállnám a helyet. Nem. Ebből nagyon gyorsan, biztos, hogy nem vallanád be, de ebből nagyon gyorsan testfelkínálás lenne. Hát figyelj! A túlélés. De nem jönnék haza. Konkuszdiót adjatok, ez lenne. Konkuszdió, értem, már mindent csinálnál. Szerintem sorba állnának a helybéliek, ahogy te fogalmazol. És hoznak konkuszdiót, mert olyan jól hálálja meg Anett. A kis Tarzan lakodva. Na jó, gyerekek, szerintem adjuk tovább ezt a kérdést a hallgatóknak, nem? Hát igen, mi azért elég jól kitaláltuk, nem tudom a hallgatók, hogy vannak ezzel. Igen, tehát tegyük fel, belevágsz egy ilyen pénzmentes életbe, és látjátok, hogy nem olyan egyszerű. Azt írd meg, hogy mi lenne az a 3 dolog, amit az utolsó bevásárlásodnál mindenképpen megvennél. Látod, ahogy mi is fölkészültünk, nem? Igen. Gyurinak kellett 15 darab olajos hordó a fűtéshez. Nekem kellett az a... Ja, bocs, még nem mondtam, mert hogy én láttam ez az amerikai izékben, ilyen Spektrumon, hogy vannak ezek a miniházak, amik ilyen kerekes utánfutóra rárakják, ilyen alig pár négyzetméteresek, de baromi komfortosan. Igen. És ezt bárhova le lehet tenni. Egy olyat vennék, és mondom, akkor vennék egy olyat, meg egy lovat. Tehát a lóval vontatnád a miniházat. Vagy lóval... Lóház lepárló. Ez kell. Jó. De hogy a hallgató, mi az a 3 dolog, amit megvenne, hogy felkészüljön a pénzmentes életre? Ez a 38 elmúlt 3 perccel. Na, nem is azt mondom, inkább a mi sztoriainkat kommentálták sokan. Valakit írta, hogy szóda, csoki, só, szót, sok, só. Ezt venni, de nézzük meg, hogy hogyan kommentálják a miénket, de előtt egy közlekedési. 4-es főút, Pilis és Albert Irsak között összeütközött két személyautó, a 49-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Igen, ez egy hajnali baleset, és akkor ezek szerint még most is tart. Igen, na, pulcsi bunda, behalok, a rokka megvan mire használatos? Petya. Én még nem terveztem el, hogy dolgozom az anyaggal. Ez a művész sajátja, majd kiforja igen. magát. Lehet, hogy simán csak beletömöm a paplanokba, vagy a párnákba, és akkor az nem biztos, hogy pulcsit tudok csinálni hát, belőle. Bőrrel együtt vágod le, úgyis a hús kell, akkor meg van bekecsed. De meg akarom várni, míg sok kis bárány csinálnak, akkor ölöm meg az elsőt. Nem lehet azonnal megenni, hát azért nem vagyunk állatok. Nem. Ezt ők is megértik. Nem. Türelemmel kell ilyet csinálni. Igen. Így van. Bocsi, bárány, állatorvos, körönvágás, stb. Nem, én abszolút... Én... Levágja a bocsi. De nem az, de hát mit körönvágás? Nem vágunk körmöt. Hát állatorvossal nem, arra nem ez pénzem, tehát bízom az állataimban. Maradjatok egészségesek. Igen. Mi vidéken élünk kertesházban, van vetemény, csirkék, gyümölcsfák. Nagyon fura hallgatni, hogy a nagyvárosokban élő elkényelmesedett emberek azt gondolják, hogy nem tudnák megoldani az önellátást. De igen, mindenkiben ott a képesség üzeni nekünk Panna. Na hát ezt mondom én is. Benyomod a magot a földbe, meglocsolod, aztán jövő héten jön. Csak ez a nagyvárosokban elkényelmesedett, igen. Ezt nem szeretem. Miért élhetnénk kényelmesen? Te nem arra törekszel, Panna, hogy kényelmesen éljél? De nem ezt akarta üzenni, azt akarta üzenni, hogy bízzunk magunkban, hogy meg tudjuk csinálni. Azt tudom, az üzenet átjött, igen. Persze. Guten Morgen, borotvát nem vesztek sok-sok kartonnal? Szőrösek lesztek? Mártiahoz Báden. Hát ti esetleg. Hát te meg vagy örökre villantva, ugye? Igen, de azért... Kaptál egy nagy villantást a rábad közé, és onnantól ugye nincs már. Nem ez volt? Mint a Men in Blackben és felejtett mindent. Töröltek mindent, igen. Te aztán olyan jó kozmetikus lennél. De nem olyan acuc? De olyan. Több. Olyan Men in Black-es. Igen, ez a nagy villantások pillanata. Nem, a Gyuri, én, Laci, nekünk lenne ez gond. Igen. Hát ti is kaphattok. Hát gombáért kapsz valószínűleg egy borotvát. De gombáért mezőköves király lennék szerintem. Abszolút. Csak van egy éles késed a konyhában. Ja. Sziasztok! Zalában él egy kis német közösség, akik az önfenntartás elve alapján élnek, mindenki 1 hektáron gazdálkodik, a házaikat is saját maguk építik, Fachwerk stílusban, Ákos Kisberlinből üzeni. De jól lenne velük dumálni. Jó. Igen, csak hát nincs telefonjuk, meg pénzük. Hogy hát ezért nem megyünk el, igen. Hello, van egy óriás lakókocsim, tiszta, új, 9,1 méter hosszú. Szívesen felajánlom nektek egy műsor erejéig, esetleg reggeli közvetítésre is, luxus kivitel, akár az otthoni lakás. Wow. Na, hát nagyon helyes. Egy reggel ki tudjuk próbálni ezt a pénznélküliséget abban a lakókocsiban. Egy reggel. 4 óra. Sziasztok, az egyik barátnőm Szardinián él, rengeteg zöldséget termeszt és tyúkokat, nyulakat nevel. Ezzel fizet a fodrásznál, körmösnél és a halpiacon. De jó. Sőt, tök jól fotózik, ezért masszőr és aerobik órákra jár reklámfotókkal, évi. Ez tök jó, tehát azért látjátok, hogy van nekem lehetőségem. De te a Seychelle-szigetekre akartál költözni, tegnap még Seychelle-nek hívtad. Nem, vicceskedtünk. Nem, az a művésznév volt, amit fel akart venni ott ki. Amanda Seychelle, igen. Mindent kiadsz. Mindent. Szóval... Jóga óra Amanda Seychelle-lel, ez lett volna. Tudjátok, mire vágyom? Egy eredeti Amanda Seychelle kagyló nyakláncra. Az. Várjál. Morgan, falun ez működik, gazda használja a földem, cserébe évi 2 disznót ad, melyek húsát és a töltelék árut értékesítem, vannak még tyúkjaim is, tojás, stb. Zseniális. Ez viszont a te irányod, te ez ott összejönnél mindenkivel. Ez használat, ez jó. Mark Boyle, akiről mi beszéltünk, az egyik legnagyobb példaképen üzeni valaki, akik megvalósították azt, amihez egyelőre én gyáva vagyok. A BBC Earth-on a Spektrumon megy Ben Fogel Vademberekkel című sorozat, ezt imádom nézni, és az egyik rész Márké. De jó. Na, de jó, azt meg fogom nézni. Azt mondja, Gabi bátyám, a hímbárány a kos. Különös ismertetőjele a hátsó lábai között található heréi. A faldoktól. Hát, figyú, nagyon nehéz megtalálni. Azért maga a bárány az önmagában egy nagy darab fanszörzet. És... amiből lesz a pulcsid utána, igen. Igen. Most ott hogy kotorásszak? Tehát, hogy nem... Nehéz. Igen, nehéz. Azért azt tudjátok, hogy a stílus mindig stílus maradt. Tehát a Bocsi azért elegáns úr lesz később is, nem fog kotorászni ott abban a szörben így. Köszönöm, Gyuri. Belefér még egy Hungary Machine? Szerintem simán. Gyorsan. Itt a kollégára, igen, azt mondja, ti maga biztos. Akkor hívjatok most 0620 22 22 122. Ez a Bocskor. A Retro Rádióban indul a Hungary Machine. Na, valaki leírja, hogy Kecskemét mellett új építésű, közel nulla energiaigény családi ház, 800 négyzetméteres telek, hőszivattyú, napelem, áram, furtkút, abból vételeznek vizet. Jó, célkitűzésünk, hogy a lehető legönellátóbbak legyünk, lépésről lépésre haladunk. Van már háztáji kertünk, tök cukini, sárgarépa, burgonya. Jó, hát oké, ez az az út, de nem teljesen, mert ugye nyilván veszel például, nem tudom, benzint, autót, ruházatot, tehát, de az, hogy önellátóak vagytok, az tök jó. Hát igen, mi azért az egyszerűbb oldalát fogtuk meg ennek a dolognak, tehát az ilyen puritán módon, de hogyha ilyen napelemeid vannak, meg vízvétel. Nem muszáj puritán módon, csak valószínűleg, hogyha veszel egy kastélyt, nehéz kifűteni pénz nélkül. Nehéz. Bizony. Tehát, hogy ezt észre kell csinálni. Ezért nem is választotta egyikünk se, hogy egy kastélyban nevel birkát. Pontosan, így van. Na jó. Sziasztok, egy dohányföldet vennék, egy zsák kávébabot, és kb. 50 darab napos csibét. Életem végig megélnék pénz nélkül. Lilit. Jó, hát a kávét el fog fogyni, de amúgy oké. Meg a jövedéki adó szerintem. Abból ő akar még több kávét csinálni majd. Tehát nem lesz, hogy a kávé az nem állat, mint a bárány. Igen. Hát gondolom, elszórja magot, nem? Valamit csinál belőle. Én is így múltkor kiborítottam a kávét, és nézd meg, mi lett belőle. Ja, hát ott azt a cserében ott neveljük. Sziasztok, vennék 1 tonna kókuszt, és beállnék a sorba Anetthez a Seychelle-lak elé. Szép napot, man. Lesírta most minket a rögést, átoljok vagyok, puszi Barbara. Na jó, játszunk, és András van velünk. Szia András, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt! Jó reggelt! András, kezdjük is el, eldumáltuk az időt, mutatnám neked a dalszöveget, mehet? Mehet, igen. Tessék! Hát fúj a szél, hadd szóljon a hangom, amíg el nem ér. Könnyeimet elfújja a szél, nem várok rád holnap. Hát fújja a szél. Meghagy. Hoppa. Hát figyelj, nagyon nagy vagy. El kell ismerjük a tudásodat. Nem tudom, hogy sikerült, ez jó. Na, így van, így kell csinálni. Nem tudjuk, hogy sikerült, de sikerült. Igen. Bocsi, Zacsi, bögre és baseball sapka, ez a jutalmad. Hát nem tudom miért, de nagyon szépen köszönöm. Annál jobb, nagy öröm lesz, hidd el. Igen. Egy mondatért ilyen nagy ajándékot még nem kaptam soha az életbe. Mindegyiket fel tudod húzni magadra. Akár így van. Azt mondom. Oké. Jó, van, hívunk majd András, köszi, hívunk a címedért. Szia! Szia! Ő teljesen véletlenül beesett ide közénk, ugye? Igen. Jó napot kívánok, én a személyigazolványra akartam időpontot egyeztetni, rossz számot hívtam. Nem tudom, adott pillanatban tudta mondani, hogy játszani szeretnék, ebből következtettem, hogy neki tényleg valós a szándéka. Na jó, gyerekek, jövünk vissza egy érdekes kenyai sztorival. Nagyon röviden mondom el, egy fiatal kenyai Brian Mwenda látta, hogy van egy ugyanilyen nevű ügyvéd Kenyában, a kamarában, ő egyszerűen az hát magát nevezte ki ügyvédnek. Tehát teljesen civilként, mindenféle tanulmányok nélkül, egyszer csak azt mondta, hogy ő az az ügyvéd, és innentől elkezdett képviselni embereket, 26 pert nyert sorban. Na és akkor ekkor kezdtünk el gyanakodni, hogyha várja, átlagos ember ügyvédként 26 ügyet meg tud nyerni, akkor miért ne tudnánk mi magunkat védeni mondjuk ügyekben, vagy képviselni? És hogy ez megye? Lehetséges-e egyáltalán Magyarországon? Az ügyvédség az mit takar? Mit kell ahhoz meg? Na most komolyan... Jó, így van. Van egyáltalán bármiféle ingyenes lehetőség arra, hogy magunkat egy per során vagy megvédjük, vagy képviseljük? Na ezt beszéljük meg Dr. Lihi József ügyvéddel. 8 óra 14 perc, szevasztok, jó reggelt, drága hallgatók, jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Tájékoztatásul írják nekünk, hogy Pilis és Albert is a közti hajnali balesetnek nyoma sincs, eltekintve a felhordott homoktól, legyen szét napotok, köszönjük ezt az infót is. Hát ugye mi csak ilyen SMS-ek mentén, meg útinform hírek mentén tudunk rálátni az utakra, nem tudjuk, hogy mi igaz, mi nem. Na, gyerekek, rengeteget lehetett olvasni az utóbbi években olyan szélhámosokról, akik mondjuk például orvosnak adják ki magukat, külföldi eset is van, itthoni eset is van, és ezek nyilvánvalóan többnyire tudás nélküliek, és gyorsan le is buknak, egyébként nagyot tudnak ártani. Viszont nem ez történt Kenyában, valami teljesen más. Ott van egy fiatal ember, Brian Mwenda, és ő gondolt egyet, és meghekkelte a kenyai ügyvédi kamara portálját. És talált egy vele teljesen azonos nevű ügyvédet, Brian Mwendát, és gyakorlatilag az ügyvédi fiókját ő átvette, mondjuk így. Aha, tehát onnantól kezdve az ügyvédi kamarában, Kenyában, hogyha Brian Mwendát megkereste valaki, akkor e-mailre kattintok, mert akarok ezzel az ügyvéddel valamit, akkor ő kapta. Ő kapta, az ő személyazonosságát vette, és gyakorlatilag jogi végzettség nélkül ügyvédnek állt így ezzel a kis trükkel. Bravo. Ami érdekesebben, hogy az összes ügyét, tehát ő járt bíróságra, perekre, stb. Az összes ügyét mindössze 26-ot megnyert. Zseni. Hát nem tudom, hogy zsenie, vagy csak simán jó az igazság, érted? Nézd, az ember gondolhatna, hogy persze, hát nyilván Kenyában ilyen háromoldalas az egész jog, de nem, tehát, hogy Kenyában az angolszász jogrendszer érvényes, tehát hogy ez azt feltételező, komoly tanulmányok, vagy tudás kell. Ehhez itt látod Brian Mwendát, egyébként fehér parókát és ilyen jó angol módon is felvett, ott lesz elvárása a bíróságon, tehát ő így 26 ügyet megnyert. És egyébként egy apróság miatt bukott le, mert az eredeti ügyvéd, Brian Mwenda szerette volna használni a fiókját, nem tudott bejelentkezni, panaszt tett, és akkor itt derült fény arra, hogy hát, de hát most tárgyalsz, Brian. Igen. Hagyjál már békén, ne e-mailezgessél. Igen, ott tárgyalsz, most van. Ott van két ügyet, most zárult le. De egyébként a kamera miért akarna, hogy visszakapja a régi, amikor ez 100%-os precizitással dolgozott, 26-ból 26 ügyet megnyert? Hát ez érdekes. Igen, tehát egy álügyvéd bemegy, és megnyeri, és én azt gondolom, bár majd mindjárt szakemberrel is beszélünk, hogy nyilván ezek az ítéletek, ezek érvényesek, hiszen nem a bíró hamis, hanem az ügyvéd hamis. Nem? Igen. A bíró elé tártak dolgokat, ő az alapján meghozta a döntését. Igen. És az úgy van. Na, szóval ez elgondolkodhatott bennünket egyébként, mert én is voltam egyébként nagyon sokszor bírósági tárgyaláson, és akkor, bár mindig jó ügyvédem volt, de nagyon sokszor úgy éreztem, hogy én sokkal jobban tudnék érvelni. Tehát sokkal jobban el tudom mondani azt, hogy mi történt, hogy ez engem miért érintett, így vagy úgy, vagy amúgy. Tehát amúgy is, mit tudom, retorikailag gyakorlott vagyok, tehát... Hát ez az, és az ügyvédet meg nyilván idegesíteni, ha közben, miközben beszélte, böködött, hogy azt is mondd el nekik, azt is mondd el. De mondjuk, hogyha most ezt nézed, csak a gyakorlati részét, hogyha választanod kéne, hogy egy tapasztalt profi, de múlja ügyvédet kívánnál magadnak, vagy egy olyat, aki egy álügyvéd, de minden ügyét megnyerte előtted. Hát, hogyha nem bukik le az én tárgyalásom alatt, akkor a brilliáns, jó eredményekkel bíró álügyvédet választanám. Hát ezért kemény. Ezzel mindannyian így vagyunk. De ez tényleg így van. Szóval, nem, mert ugye gyakorlatilag mi az ügyvédi munka? Majd mindjárt Lihi József megver, de az ügyvédi munka az nem más, szerintem, mint hogy az élet teljesen egyszerű és logikus dolgait, ahol esetleg valamiféle ellentét merül fel, azt lefordítják iszonyatosan nehezen dekódolható saját nyelvezetükre, hogy elvégzik az egyetemet, stb., tehát megtanulják ezt a nyelvet, majd gyakorlatilag neked tolmácsként működnek. Tehát te is el tud ugyanazt mondani, amit az ügyvéd elmond, de ebbe a útvesztőbe, a bírói és a jogi szavak útvesztőjébe magát belekergeti, és gyakorlatilag neked lefordítja azt, amit ő ott előadott. Igen. És a te érveidet is azon a nyelven fordítja vissza a bíróságnak. Tehát olyan, mint hogy nem hajlandó, tehát mint a franciák. Igen. Tehát, hogy minden francia tud angolul, de nem hajlandó veled angolul beszélni. Ezek az ügyvédek. Csak ha megfizetsz egy tolmácsot. Igen, jogi világban ők azok. Így van, ezért van itt velünk. A legjobb tolmács. A legjobb tolmács dr. Lihi József ügyvéd. Szia Józsi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Na, ugye nagyjából jól körülírtam, hogy az ügyvéd micsoda. Jól. Ennél jobban nem is lehetett volna. Na, figyelj, egyébként nekem van-e lehetőségem arra most, hogy tényleg egy picit ez az ügyvéd nélküliség, hozzáértés, érvelés, retorika, stb., amiről most itt beszélünk, van-e lehetőségem arra, hogy akár polgári, vagy akár büntető perben, akár én magam végigvigyem az ügyem, vagy mit a Gyurit felkérjem, hogy a Gyurit tök jól ismer engem, jól tud képviselni, ismeri az érveimet, és akkor ő, de hát ugye nem beszéljük az ügyvéd nyelvet. Hát egyébként nagyon érdekes a felvetés, és különben gyakorlati szempontból is nagyon aktuális. Na. Mert, hát igen, szóval nálunk is számos esetben, nyilván nem a büntető eljárásokban jellemzően, hanem a perjogban, tehát a polgári peres eljárásokban, ugye számos esetben találkozhatunk azzal, hogy azzal a jelenséggel, hogy nincs jogi képviselő, hanem általában az alperes, mert nem a felperes, mert a felperes, aki indítja, az a keresett levélnek a megfogalmazására nyilván jogi képviselőt vesz igénybe, mert ha saját maga akarja megfogalmazni a keresett levelet, akkor hozzá kezdeni sincs értelme, mert olyan nagy az elvárás azzal kapcsolatosan a precizitás. De alperesként nagyon sokan, hát legalábbis a kezdet-kezdetén saját magukat próbálják meg ugye képviselni, és a törvény lehetőséget is ad nálunk arra egyébként, hogy polgári peres eljárásokban az adott felet például a hozzátartozó képviselje. Aki nem kell, hogy jogvégzett legyen, jogvégzettség nélküli hozzátartozó is lehet. Tehát, hogyha mondjuk a családban van egy olyan őstehetség, aki ugye nem végzett jogot, de vállalkozó szellemű, akkor minden további nélkül meghatalmazást adhatok neki, és akkor képviselje már engem a tárgyáson, mert jobban tud beszélni, jobban ki tudja magát fejezni. Ez már érdekes, amit mondasz, hogy gyakorlatilag egy jogvégzettség nélküli, de ugye polgári esetekre mondtad ezt, képviselhet bárkit. Ők például, akit engem képvisel, mondjuk esetleg a Gyuri, ő kérheti azt egy bírósági tárgyalás alatt, hogy elnézést, tisztelt elnök úr, vagy tisztelt ügyvéd úr, nem értem, amit mondott, mondja már hétköznapi konyhanyelven, hogy én is értsem. Ilyeneket kérhet? Hát igen, szóval itt van az, hogy ha téged képvisel a Gyuri. Ugye Gyuri igazából odáig lesz toppon, ameddig ugye a történeti részről kell beszélni. Igen. Tehát mi történt? Mi a cselekmény történet? Mi az esemény történet? Ugye úgy hívják ezt, keresítik el, hogy tényállás. Általában is tulajdonképpen, még ha van is jogi képviselő, a történeti rész az mindig az ügyfélé. Hiszen hát az ügyfél tudja, ő élte át, bármiről is szól az a per, ugye az ügyvéd is az ügyféltől tudja meg azt, hogy na mi történt valójában tulajdonképpen, mi volt itt a cselekmény történet. És akkor ezt, ha helyetted a Gyuri elmondja, tökéletesen, odáig nagyon jó. Csak ott áll meg az élet, és utána jön a kínszenvedés, és ez sajnos muszáj volt így mondani, mert láttam már bírókat, sőt, magam is voltam olyan helyzetben, amikor ugye a mondjuk alperesi oldalon jönnek aztán azok a kérdések, hogy jó, de itt van eljárásjog, és itt vannak bizonyos nyilatkozati követelmények. Például, mondjuk, mit tudom én, mondok egy mondatot, amiben lesz 3 tényállítás. Jó. Mondjuk például én beperellek téged, mert megbíztál egy lakásfelújítással. És azt mondom a keresetben, hogy elvégeztem az alperes részére 10 millió forint összegű pótmunkát. Na, ebben az egy mondatban van 3 tényállítás. Az egyik az, hogy elvégeztem, a másik az, hogy 10 millió forint volt az összeg, a harmadik pedig az, hogy ez pótmunka volt. Na most, ha te vagy helyetted a Gyuri alperesi oldalon ebben az egy mondatban a 3 tényállításból csak egyikre nem tesz konkrét ellennyilatkozatot, akkor már elszállt az egész. Tehát magyarul minden egyes tényállításra a legnagyobb részletességgel és a legnagyobb precizitással, és a legfontosabb határidőn belül, mert határidőt meg már nem lehet manapság a perjogban véteni, annak nagyon súlyos következményei vannak, nem lehet pótolni a dolgokat. Hogyha ez nincs megtéve, ezek tényállításról tényállításra nincsenek megválaszolva, vagy nincsenek megcáfolva, akkor onnantól kezdve ugye a bíró is hátradől, és hát persze még perfelvételi tárgyaláson is lehet pótlólag nyilatkozatokat tenni, de hát nagyon nehéz helyzetbe kerül akkor a Gyuri, mert ugye tulajdonképpen a jogászkodási részét, meg hát nem beszélve arról, hogy a jogi következtetések, jogi levezetéseknek a részét, azt már nem valószínű, hogy ő meg tudja csinálni, ahhoz jogvégzett ember kell, és azon belül is olyan kell, olyan ügyvéd kell, aki kifejezetten otthon van ezen a pályán. Aha, ne engem bízd meg, tesó, én inkább szurkolok a kispadról neked onnan hátulról. No, oké, csak mégis az jutatja eszembe most, hogy akkor ezek szerint Magyarországon, gondolom máshol a világon is, akinek nincs pénze ügyvédre, és azért valljuk be, az ügyvédi óradíjak nem túlságosan alacsonyak manapság, annak gyakorlatilag nincs is lehetősége jogvédelemre, nem? Hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Bocsi, hogy beszakítak, van még olyan, mint régen volt a szociban, hogy ügyvédi munkaközösség? Ott minden kerületben voltak, le lehetett menni, ott ült egy ügyvéd a neonfény alatt, egy íróasztalnál, előadtam a problémámat, és ő képviselt engem ingyen. Hát ma úgy hívják ezt egyébként, hogy pártfogó képviselő, vagy pártfogó jogi képviselő, valami ilyesmi. De ez nem csak büntető ilyen ügyekben van? Tehát polgári esetben? Polgáriban is van. Polgáriban is van. Ilyen népügyvédje, köznéven népügyvédjének szoktuk nevezni. Van ilyen egyébként, tehát hogyha valaki kifejezetten szeretne, na de nincs rá pénz, meg hát valóban, tehát azért manapság az ügyvédi munkadíjak, főleg olyan ügyvédirodáknál, akik tudják is, hogy mit csinálnak és értenek a dolgokhoz, azok erősek. Tehát a pártfogó ügyvédet lehet igénybe venni, nem tudom, szóval nem tudom, hogy ennek a rendszere mennyire van kiépülve, de minden esetre sokkal jobb egy pártfogó ügyvéddel is oda menni, mint sem saját magamat képviselni. Mert ugye mondom, szóval, ja és a másik. Hát ott eleve megáll az élet, amikor mert ugye itt az írásbeliség az ezeknek a perjogi eljárásoknak nem is a szóbeliség, ami a lényege. Ugye, hogy adom be? Nyomtatványon kell beadni. Uh-huh. És a nyomtatvány kitöltése nekem még a saját ügyvédjelölteimnek is sokszor fejtörést okoz bizonyos jogcímeknél, bizonyos perjogi esetekben, nem még olyas valakinek, aki ugye életébe még a jogcímek világában nem mélyült el. És ugye, hogyha nem a megfelelő nyomtatványon és nem megfelelően kitöltve, mert itt most már elektronikusan mennek ugye a beadások, kerül beadásra valami, akkor ugye el se jut az egész. Én ezeket a nyomtatványokat megtalálom a neten? Amúgy? Vagy ez megint csak egy ilyen zárt ügyvédi láncon lehet, nem tudom. Meg lehet találni a neten, és le is lehet tölteni, csak ahogy az ember hozzálát, úgymond nem jogvégzetként ezt elkezdeni elolvasni, hát rájön arra, hogy ennek nem jött. Mit szólsz, ehhez mit gondolsz erről a kenyai emberről? Ebbe a példában egyébként az a szimpatikus, hogy ez az illető még dolgozni is akart, meg még eredményt is ért el. Igen, hát bejárt és eredményt ért el, ez elképesztő. És ugye látszik, hogy ez valamilyen őstehetség lehetett, és nagyon szerette ezt a dolgot, mert hát elhivatottságot érzett magába. Ugye nálunk egyébként ugyanígy létezik ez a jelenség. Tehát nálunk is vannak álügyvédek. Számos esetben, ugye hallom én is kollégáktól, akiknek esetleg a neveivel visszaérnek. Én magam is voltam egyébként egy-két éve ilyen helyzetben, hogy kiadja valaki az én ügyvédjelöltemnek magát, vagy alkalmazott ügyvédemnek. És ez komolyan, tehát ez létezik Magyarországon, és akkor ő elkezd járni tárgyalásokra? Vagy milyen célból csinálják ezt? Hát a tárgyalásokra nem, mert itt ugye kifejezetten csalási cél van, és ezért mondom, hogy a kenyai példa a szimpatikus, mert ott azért ő... Ja, értem. Képviselt is, igen, de itt inkább arról van szó, hogy azt mondja valaki, hogy az én ügyvédjelöltem. És felvesz megbízást vagy meghatalmazást az irodám nevébe, pár évvel ezelőtt meg is történt egy ilyesmi, és pénzt vesz át, aztán még tudom én egy éven keresztül mindig valamilyen tájékoztatást ad, persze hát ezek hamis tájékoztatások annak, aki azt hiszi, hogy mondjuk egy peres ügye megy a bíróság előtt. Nekem is volt, igen. Nem, honnan tudjuk azt, hogy te nem vagy álügyvéd? Tehát, hogy... Hát, erre van a... Igen? Mit van neked? Igen, van erre nálunk egy... Van ilyen dögláncod, ilyen ügyvédi döglánc? Van, mert nálunk van egy olyan, hogy azt mondja, hogy KAS számnak hívjuk, tehát egy kamarai azonosító szám, tehát mindenkinek, nekem is megvan egy valahány jegyű KAS számom, és akkor tulajdonképpen fejből sajnos nem megy, de tulajdonképpen ennek alapján vagyok beazonosítható, hogy valaki betelefonál az ügyvédi kamarában, mondjuk Budapesten, és azt mondja, hogy ilyen és ilyen KAS szám alatt, tessék már mondani, ki van bejegyezve, hogy hívják. És akkor megmondják, hogy Lihi József, és valóban mondjuk hatályos az ügyvédi tevékenysége. Vagy fordítva, elmondja a nevet, ugye, hogy bemutatkozott neki valaki egy ügyvéd, tessék már mondani, van ilyen ügyvéd nyilvántartásban, és mi a KAS száma, ugye? Uh-huh. És ezeket prezentálni kell, amikor már bíróságon vagy? Tehát amikor megjelensz, tárgyalsz, neked az a bíró felé prezentálni kell, aha. Igen, mert ezt akarom kérdezni, hogy juthatok el tárgyalásig, mert azért az élmény azt szerintem hatalmas, hogy ügyvédként végigcsinálsz egy tárgyalást, úgyhogy hot hülye vagy hozzá, hogy erre van esély. Hát nincs. Aha. Tehát nálunk azért nincs, nyilván Kenyában elképzelhető, hogy nincs KAS szám, és akkor, vagy egyáltalán az eljárási rendek egy picikét lazábbak. Nálunk azért már ott megmutatkozik ez, hogy bead egy keresetet valaki, megint csak a perjogban vagyok, a bíróságra, ott már a keresetben fel kell tüntetni a jogi képviselőnek a KAS számát. Nem, én teszem azt egyébként a kenyai esetre, hát miután ő egy azonos nevű ügyvéd, valós ügyvédnek lopta el az identitását, valószínűleg a KAS számát megszerezte, és akkor ő ezzel garázdálkodott egészen addig a napig. Hát jó, nagyon köszi, ez izgi volt, de nekem ebben az egészben tényleg az a szomorú, ha csak nem ez a népügyvédje megoldás, hogy a kevés pénzűeknek úgy látszik, hogy nehezebb vagy hát nem egyenlőek a jog előtt, mert nincsen képviseletük, és baromi nehéz. Ami sajnálatos, tehát te szoktál vállalni, most nem azt mondom, hogy erre buzdítok bárkit is, de te olykor vállaltál már úgymond ingyen is ügyet, nem? Hát persze, természetesen, mert a lehetőségek tárházába adott esetben ez is belefér. De más a büntetőjogi világ, mert ott ugye képtelenség védőként magamat, vagy bárkinek saját magát álügyvédként feltüntetni, ugye az rögtön kitudódik. Ugye ott egyébként is megvannak a kirendelt ügyvédek azokban az esetekben, amikor valakinek nincs védője. A perjogban is ugye elő szokott az fordulni, mert olyan az ügy, mert egész egyszerűen az ügynek a jellege érdekel, az érdekel, hogy mit tudok kezdeni vele, és akkor nem biztos, hogy a jogi képviselő minden áron a munkadíj részét nézi, hanem hát magát, a szakmaiságát, és azt, hogy mit tudok abból összerakni. Egy gyors zárókérdés, a kenyai úrnak az esetében 26 ügyet nyert meg. Ugye az ítéleten nem lehet változtatni csak azért, mert az ügyvéd hamis volt? Hát ez túl érdekes kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, mert én szerintem sem, hiszen ugye attól még azt egy bíró hozta, és a bíró nagy valószínűséggel nem volt cserebíró, hanem hát valóságos volt. Az a bíróság az áttekintette azt az ügyet, megnézte a bizonyítékokat a 26 ügyben, és az ítéletét meggyőződésből hozta meg. Az, hogy ott a valamelyik perjogi oldalon éppenséggel nem pont az képviselt, akinek lehetett volna, hát ez eljárási probléma. Tehát egyébként óriási eljárási probléma, egyébként bele se lehetne kezdeni úgy egy perlet tárgyalásába, hogy ugye a képviselő törvénybe ütköző, mármint a személye. De egyébként, hogyha már végigment és elbírálták, hát én szerintem az úgy abba a formába nem megváltoztatható, csak csupán azért, mert X helyett Y képviselte a alperest vagy a felperest valamelyik oldalon. Nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek volt. Köszi szépen, hogy erről is beszélhettünk. Köszönöm én is. Köszi, Dr. Lihi József, ügyvéd, szia. Egy gyors kérdés a hallgatóknak. Jelentkezzen olyan, aki egy olyan szakmában lett hiteles, sikeres, amihez semmilyen tanulmánya vagy előélete nem volt. Semmilyen tapasztalata, és abban a szakmában te sikeres lettél mégis. Mégis, pedig nem volt képzettséged hozzá, de megcsináltad. Na, ilyet. Na, előre bocsánat, például ti melyikőtöknek van riporter vagy bemondói végzettsége, és mégis itt vagytok. Először is honnan tudod, hogy nincs? Másrészt nincs is nagyon ilyen végzettség. Harmadrészt belőlem tanítanak, nem én tanulok. Hát én vagyok maga az anyag. Tehát ilyen téren nincs mese, meg bemondó, mint olyan, nincs is már. Persze. Mert arra még voltak tanfolyamok. Tehát a kérdésed alapvetően rossz indulatú és nagyon rossz. De csak, én bevallom. Csak mi van, hogyha én maga vagyok az iskola, és engem próbálsz itt keresztre feszíteni? Én meg bevallom, hogy nekem semmiféle úgynevezett szakirányú végzettségem ehhez, amit itt művelek minden reggel nincsen, de itt vagyok a mesternél tanulni, tehát hogy... Így van, maga a tankönyv itt van. Igen, a képesség néha utat tör magának függetlenül a végzettségtől. Na nézzük, hogy mi van még. Sziasztok, matematikusként diplomáztam, és most HR igazgató vagyok, 10 év a HR szakmában. A HR az tanulható valahol? Annak van valamiféle... Vagy ez tényleg ugyanolyan, mint a marketing, és ez marketing. A HR-t lehet tanulni. Tehát arra igen, ma már van. Jó, marketinget is ma már. Tehát azért nekem van egy pár volt marketing igazgató ismerősöm, nagyon nagy cégeknél voltak azok, és semmi képzettségük nem volt hozzá. Jó, a marketing tanulás az igazából abból áll, hogy a marketing az józan paraszti ész. Egy kicsit érteni kell a lelkét az embernek, akinek el akarok adni valamit. Csak ezt már valakik leírták könyvekbe a tapasztalatuk alapján, tehát ez a marketing tanulás, hogy nekem már nem kell újra kitalálni. Igen, meg ez egy folyamatosan fejlődő, meg alakuló szakma. Tehát szerintem azok, akik marketingelnek, azok baromi nehéz helyzetben vannak, mert sokoldalú képességek és folyamatos képzés. Tehát, hogy itt szorgalmasnak kell lenni, és ez a titka. Jó, de most visszatérve a HR-re, tehát arra van. Van, felsőfokú képzés. Sziasztok, én szobafestőként végeztem, és évek óta területi képviselőként dolgozom egy élelmiszeripari cégnél, most léptettek elő, nem olyan régen, ne hívjatok, köszönöm. Nem hívunk, nincs semmi izgalmas ebben. De jó, hogy benned fölmerült, hogy szerintem emiatt csörögni fognak. Nem szeretnék nyilatkozni. Figyelj, anya, előre elnézést kérek, megírom nekik ezt az SMS-t, lehet, hogy föl fognak hívni, mert azért... De ez a területi képviselő, ez nem az, hogy Béluskán van jogsid? Van. Tehát ez nem ez a területi képviselő? Akkor vigyed. A területi képviselő... De most komolyan, kérdezem. A területi képviselőnek van egy fehér korzája, aminek hátul le van matricázva a hátsó ablak, hogy be tudja pakolni agyik liszttel. Megkérdezi, liszttel, hogy a soroksári Tesco-ba hány kiló lisztet vigyek. Kiviszi, elmondja, gyerekek, ez most nagyon jó örlés, kiteszem a polcra, nektek nem kell. Tehát beszél is a termékről. Igen. Persze, hát igen. De ennyit. Megmondja a tutit a boltosoknak, mit kell csinálni ezen túl. Tehát ő a helyi főnök. Oké. Autó üvegfóliázás gazsi. Autó üvegfóliázás. Ja, hogy ez a sötét. Hogy nincsen képesítésed hozzá, szerintem ehhez nem is kell. Tehát, hogy nagyjából az a képesítés kell, amit gondolom megtanítottak neked, megmutatták egy párszor, hogy kell csinálni, megnézted, hogy, és akkor kész, meg vagy, nem? Persze. De erre nincsen tanfolyam, vagy iskola. Meg ott szégyenézet sincs, tehát, hogy aki elviszi fóliáztatni utólagosan az autó üvegét, valószínűleg ott sincs képesítés. Tehát, hogy... Hát azért az tud lenni, miért? Annak lehet oka. Persze, hogy fóliáztatsz. Hát igen, van, aki mindig, hogyha minden nap ugyanarra mész dolgozni, és nagyon keletről süt mindig akkor a nap, és zavaró lehet. Te most ironizálsz? Ah, baromi erősen. Igen. Miért? Hát figyelj. Megint csak ott vagyok, mint a spoilernél, meg a tuningnál, hogy a német mérnökök tudták, hogy miért csinálják. Nem hülyék azok. De például az én autóm gyárilag van a hátsó üveg fóliázva. Mert tudták ők, hogy itt szükség lesz rá, mert ez a Bocskor úrnak megy. Nem azért. Ez az világon mindenhol így szállítják ki ezt az autót. Teszem hozzá, egyébként sokkal napsütöttebb országokban eleve a fóliázás nagyon elterjedt. Ezer más okot lehet, nem akarod, hogy benézzenek. Hát ez a benézős. Nekem ilyen volt a Volvóm is, és a mostani kocsim is hasonlóan, mint a Gábori, hogy a Jó, most nem tudtam, hogy mindenki fóliáztat, gyerekek. Nem fóliáztat, hát, így szállítja ki az autó a gyárból. De én meg a fóliázásról beszéltem. Na, mindegy. És akinek nincs, azt szokott fóliáztatni. Na minden, fúj, Laci, nem tudta, hogy ilyen fólia ellenség vagy. Te inkább örüljél, de a helyedben fóliáztatnék. De miért? Ne lássanak téged. Igen, hogy ne keverjél, kavarjál indulatot a bajcsin. A csupa látványoddal. Én ott nem csak indulatot. Én ott csak veszem. Na mindegy is. Mérnök és közgazdász vagyok, most épp 3 vendégházam van, melyek teltházasak, teljesen más szakma, más kompetenciákat igényel, de imádom csinálni, üdvözlettel, Bea. Igen, ez olyan érdekes, hogy ez a vendéglátás tágabb értelemben, ez valahol sokkal többet jelent, hogyha szívvel, lélekkel, egyébként némi szakért értelemmel, akár közgazdáként működteted, bocsánat, csoki miatt nem tudok beszélni. Mint ha most elvégeztél egy vendéglátóipari nem tudom micsodát, és egyébként hülye vagy hozzá. Igen. És egyébként pont erről beszélgetünk múltkor valami, nem tudom, étterembe vagy ahol, hogy azért jó ide járni, ahogy viselkednek velünk. Tehát, hogy az nem tanult dolog, persze, hanem ahogy viselkednek ott. Így van. Abszolút. Sziasztok, éttermesterek, óriási figura Lihi József ügyvéd úr, mindig jó hallani a vele való beszélgetéseket. Lesz egy peres ügyem, azt hiszem, Gyurit bízom meg vele, szerintem garantált a siker, Botond. Jól el fogunk szórakozni, Botond. Évek óta esküvő fotós vagyok, soha nem tanultam, de állítólag ügyes vagyok, és senki nem tudja, hogy kútfejből tanultam, Péter a fotós. Az egyébként tipikusan ez a YouTube tutoriál műfaj, tehát azt szerintem meg lehet tanulni fotózni. Hát a mai digitális gépekkel ez egyszerűbb is, tehát hogyha már ott valami van a kártyán, a memóriakártyán, akkor már nyert ügyed van. Persze, meg ha ilyen esküvői fotós vagyok, mindenki azt hiszi, hogy az ő esküvője a negyedik program lesz, és nagyjából mindenhol aztán rokonok fotózása, kihozzák a tyúkuslevest, aztán mennyasszonytánc, meg végén tűzijátékot még kapd el, hogy fellőtték. Hát ezek a motivumok, de hogy az tényleg szép legyen, amikor kitessékeled a párt a rózsa, nem tudom, kapu alá, én nem tudom, én rávakuznék. Hát nem szórakozol. Nem szórakozol, persze, nem is érdemes. A ráncokat kiegyenlít, itt, mit tudom én, ha vörös szem, nem baj. Majd filccel kisadni. Nem olyan nagy. Régen, amikor kellett állítani filmérzékenységet, nem tudom hány dínes filmet használok, Blende, ez az amaz, na az igen, az fotózás volt. Amióta digitális van, mindenki tud fotózni. Így van, és az esküvői fotó az meg csak annyi, hogy mindig legyen egy fehér ruhás szereplő rajta. Pontosan. Jó, hangcsapda, ugye? Így van, bizony, és a Terralux hőszivattyú forgalmazójától tudjátok a szerelvénybolt.hu-tól. Ma is adunk egy 30 000 forint értékű ajándékutalványt. Akkor figyeljetek a hangra. Utlan mond, de jó van, amit de jó, és nagyon jó, olyan dolog mondhat de jó, nagyon ötlen, nem is elkend, de ez cserekkel péntek van, azért ilyen könnyű. 0620 22 22 122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 3 perc múlva, vannak még ilyen képesítés nélküli egyébként foglalkozásokat űzők. Sziasztok, friss diplomás nyelvtanárként structenyésztés. Üdv, Kati. Az igen. Igen, az szép ugrás. De én nem tudom, a tenyésztéshez nem az kell csak, hogy összerakod a nőstényt, meg ők úgy is csinálják. Tehát, hogyha tudom, engem összeraksz egy nősténnyel, mint egy nagyobb hatalom, akkor a vonzó a nőstény, akkor, nem onnan, kell, akkor engem nem kell tenyészteni, én megcsinálom ezt. Megvan oldva minden. Igen. Megvan oldva, tehát igen. Mindenki szabadságra. Igen. Ja. Tehát mindegy milyen diplomája van annak, aki nézi. Igen, a struc az egyszerűen kanosságból csinálja azt, amit te tenyésztésnek hívsz. De ha van eredménye, az a tiéd. Sziasztok! Fűtésszerelőnek tanultam 90-es évek elején, érettségi után az államigazgatási fősorira jelentkeztem, de nem vettek fel. Gondoltam, a következő évig dolgozom valamit, felvettek egy budapesti színházba hangosítónak. Azóta hangtechnikus, hangmérnökként dolgozom, bejártam a félvilágot a produkciókkal, nem szeretnék élőbe kerülni. Ja, nem vagy élőbe. Hagyjál már. Nem nyilatkozom, ezt írtam. Nem nyilatkozom. Igen, ez veszélyes, ezek a hangmérnökök, na mindegy. Sziasztok! Esztergályosból lettem hivatásos táncművész, tánckar vezető. Csak az előbbit tanultam iskolában, utóbbihoz Isten adta tehetségem van, mai napig is. Ati a tititá művész. Gratulálunk. Nagyon. Igen. Jó, Zsuzsa van velünk. Szia Zsuzsa, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Jó reggelt! Zsuzsa, mi van? Izgulsz? Hát nagyon, én még sose csináltam ilyet, és de mindig hallgatlak benneteket, és mindig sokszor próbáltam megfejteni így a hangcsapdákat is, de még sosem. Menni fog ez, de Anett is így volt 14 éves korában, sose csinált még ilyet, és aztán tök jó volt, nem a végén? Hogy belejött? Na. És már nem izgul. Profi. Nem is izgul, teljesen gátlástalan. Nevetek, igen. Mindig szeretek veletek nevetni tényleg. Zsuzsán, mutatjuk a hangot, jó? Ez a biztos. Igen. Tessék. Ott van, mondta, de jó van, amit de jó, és nagyon jó, olyan dolog mondhatasz rá, de ó, nagyon ötlen, nem is elken, de ez cserekem valgom. Na látod, és könnyűt kaptál elsőre. Aha, hát szerintem Szikora Robi. Igen. Jó, nagyon jó, de ez rock'n'roll, és a rock'n'rollban olyan dolog van, amit elmondhatatlan. A sikülem is elmondhatatlan, de ez. És nem szóra így van, hát ilyen nagyon-nagyon nagy. Nagyon nagy. Jöjjenek a nyeremények. Gratulálunk! A nyereményed egy 30 000 forint értékű ajándékutalvány a Terralux hőszivattyú forgalmazójától, a szerelvénybolt.hu-tól. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Nagyon köszönöm, nagyon-nagyon örülök neki, és tényleg nagyon izgultam, és nagyon örülök, hogy bekerültem a játékba. De már hallom, hogy picit megnyugodtál, most így, hogy túl vagy. Amúgy egy bocsizacsi is még a tiéd bögrével és sapkával is, jó? Jaj, az nagyon köszönöm. Tényleg nagyon szívesen. Nagyon. Zsuzsa, hívunk majd, köszönjük szépen. Igen, köszönöm szépen. Szia. Jövünk vissza, ami drága Vokcink szeretné a kultúránk fejlődését párhuzamba állítani a WC papír használattal, és ő ezt meg fogja csinálni, én ismerem. Persze. Kíváncsi vagyok. Kutakodott, gondolkodott egy picit, és rájött arra, hogy akkora történelem van ebben a WC papír használatban és a WC papír evolúcióban, ami igazából minden tárció, ami velünk kapcsolatos. 9 óra 14. Szevasztok, drága hallgatók, jó reggelt megint. Hát most a később útnak indulóknak, meg Lacinak. Jó reggelt, Gyuri, ébresztő Anett, neked is. Bár te most elég fit vagy, látom, körbefutottad az egész helységet. Körbe, igen, futok valaki elől. Ez egy ilyen edzés, ez ilyen irodai edzés, tudod, nem? Igen, Lacika kergetőzött Anettel, mondjuk igen. Így. Egyszer felkapott majdnem a gipszkartonfalat is. Azért ilyen kis ilyen kettlebell-es edzés, ilyen full kontakt közelharc, ilyesmik voltak benne. Na jó, üzenik itt nekünk, Főni, hatalmas vagy, ezt eddig is tudtuk, de most már a miértje is megvan, mert te vagy a tananyag, Blitz Peti. Igen, és most képzeljétek el, magam is meglepődöm a következő SMS-en, azt mondja, sziasztok, mielőtt még azt hinné bárki is, hogy Bocsi nagy képűségből mondja, hogy ő maga a tananyag, annak üzenem, hogy Bocsinak igaza van. Én az újságíró képzés alatt tanultam a munkásságáról és a bumerángról, Szabi Tatáról. Wow. Ennyi. Köszönöm. De jó. Vannak még jó iskolák az országban. Vannak még. Sziasztok, nem szoktam élőben hallgatni, csak Spotify-ról vissza, de ma szabad nap van, így hallgatom, hát basztus, ez az MC Huri egy állat, Dani a patikus. Ja, és ma jó napja van ráadásul. Hú. Jó reggelt nálunk, a tetoválók, Jocó a Joan stúdióból, Tatu stúdióból, Békés Csabáról, tudod. Persze. Ők a tetoválók, asztalos, szobafestő, gázszerelő és idegenforgalmi turizmus szervező, tiszta szakmabeli brigád. Az igen. De ez is igen olyan, hogyha megvan hozzá a képességed, meg jó az érzéked, minden, akkor valószínűleg nem kell már nagyon sokat tanulni. És a technikát, igen. Ja. Hát igen. Na jó, gyerekek, gyorsan kapcsoljuk a fogát, jó? A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Lopci, jó reggelt! Boldog jó reggelt, sziasztok mindenkinek! Reggelt. Jó reggelt, milyen békés reggeletek van most Ildikóval, hallom. Igen. Igen, mert én nyilvánvalóan nem látlak ilyenkor, és eufóriával köszöntelek, és megnézem, hogy mennyire eufórikusan jön vissza. De most olyan békében vagy magaddal, úgy érzem. Igen, mert kuglófot sütünk, és én most kiugrottam a kuglófsütésből, illetve nem is nagyon veszek részt benne, de egy kísérleti olasz kuglófsütés folyik most. Ja, az a pannatone, vagy hogy hívják? Igen, igen. Ó, az zseniális. Gyakorolunk karácsonyra, igen. Gyuri, ne is próbáld megfejteni. Tudom, nem a te világod. Többször vettem rendezvényekre ilyesmit, és minden sikere volt. Úgyhogy igen, én pont ismerem ezt. Próbálkoztunk vele, de eddig nem sikerült, most fog. Na, ez a lényeg. De hát, hasonló téma egyébként, amivel most fogunk foglalkozni. Mivel kerítsük körbe a kuglófot? WC papír története, gyerekek, hát ez valami csodálatos. Ugye már egyszer volt a WC történet, na de hát az emberiségnél az egyik legnagyobb probléma krízis helyzetben, amihez legközelebb vagy leggyorsabban fordul, ugye lásd pandémia, felvásárolták a világ összes WC papírját, mint hogyha az tényleg az életben maradásnak a legszükségesebb dolga lenne, ugye a gyufa, a só és a cukor mellett. Nos, hát igen. Hogy alakult ez az emberiség életében? Először is egy hamar vált szükségletté, gondolj bele, mert azért az ősember, ahogy szaladgált, ugye annak idején egyszerűen tette a dolgát, és nem foglalkozott ezzel a dologgal. És tovább szalad. Igazából minden állat ezt csinálja. Igen, tehát gyakorlatilag... Nem, annak a kijáratnak a tisztántartásával az állat abszolút nem foglalkozik, nem. Csak igen, mi. Nem. Pontosan, így van. Illetve hát egy darabig mi sem foglalkoztunk vele. Na de aztán, hogy elvesztettük a szőrzetet, ugye egyre aktuálisabb dolog lett. Hát ott nem. Hát, ja, elég baj egyébként, mert erről is ír a szakirodalom, Anett, igen, hogy... mert ő megkapta bizony, a Men in Black villanást. Igen, nekünk is kéne villantani egy nagyot arrafele, bizony, mert hatékonyabb lenne a dolog. Tehát ugye bizonyos dolgok, betyárkörte, stb. Ezek megszűnnének. Na, a lényeg az, hogy úgy alakult, hogy annak idején, nem, figyeljetek, ez tudomány. Megint próbálok, tudomány is történelem. Milyen precíz vagy, annak idején, a szép. Igen. Szépen fogalmaz, és nagyon konkrétan a tudomány, annak idején. Igen, annak idején. Tehát jó, hát akkor nevesítsük, ugye, tehát a ókor, jó? Tehát ókorban ugye a falevél, fű, vékony fakéreg, meg ilyesmi volt. És Skandináviában? Skandináviában akkor rongyokat, mosható rongyokat használtak. Nem hozott zavarba, mert piszkosul felkészültem egyébként. Minden ország szerint. Annak idején az, nevezetesen az ókorban. Igen. Falevél, fű, Skandináviában igen. Rongy. Igen. Oké. Okay. Igen. Nos, az arab világban ekkor ugye még a balkész munkált, tehát nem használtak semmit, hanem a bal kezüket gyakrabban mosogatták. És... Tehát bal kéz is mentek tovább, és akkor izé... Igen, jaja. Hát megmosták, természetesen mosogatták, és csak jobb kézzel lettek. Egyébként érdekes, hogy most láttam egy filmet, amiben így bukott le egy ilyen kém, aki azt mondta, hogy ő Indiában évtizedekig élt, stb., és lebukott, mert mikor indiai kaját ettek egy étteremben, ő a bal kézzel nyúlt az indiai kajához, mikor azt... A szaros kezével. Igen, azt nem szokták csinálni ott, igen. És akkor azzal védekezett, hogy ő balkezes. Balkezes. Hogy neki meg van cserélve minden. Igen. Na, nem jött be. Ez mi, MI6-es, vagy milyen csávó volt? Hol volt ő kém? De kiderült, hogy ő jobb kézzel lőtt, tehát mindegy, lebukott ez a lényeg. Na, a lényeg az, hogy aztán a görögök, rómaiakról már beszéltem annak idején, ugye a botraszult szivacsal a közvécékben. Igen. Ez volt az úgynevezett mi ez? Tersonium, ez volt ennek a hivatalos neve. És mindenkinek a saját görögök... szivacsa volt? Tehát névre szóló? Vagy nem, én kimentem, szivacsoltam, a Gyuri addig megívott egy rozét, aztán ő is kiment, és akkor lehet, hogy ugyanaz a szivacsal... Nem mentél ki, mert közös volt a helyiség, nem érted? Emlékszel rá, közvécek voltak, tehát egymás mellett ültek válaszfal nélkül. Tócsvízben és ecetes vízben hogy mondják, ezt abálták, vagy nem? Na, áztatták a szivacsot, igen. Áztatták a szivacsot, igen. Azt akartam mondani, hogy mindegy. Aztán a görögök használtak cserepet, ez volt a pesszói. A cserepet persze simább felületével, tehát ahogy érted, tehát hogy a gömbölyű felével használták, mert ez egy ilyen porózus cucc volt, és ráadásul tudjuk, hogy az agyag az jó fertőtlenítő is. Aztán a japánok, azok csugit használtak. A csugi az olyasmi, mint a cipőkanál, tehát egy ilyen fából... A rámenben is az szokott lenni most. Hogy micsoda? Hát a rámenben is olyat tesznek, olyan, mint a cipőkanál. A csugi. Csugi. És ezt is ecetes névvel használták. A lényeg az, hogy rámen, igen. És ez alatt Skandináviában természetesen, amit említettem, mosható rongyokat, az amerikai őslakosok pedig kukoricacsújét használtak. Na most ugye jött a középkor, amikor már valamiféle, hogy is mondjam, igény kialakult arra, hogy ez ne így történjen, és a széna, a gyapjú, a kender, a fapálcika és a kagylóhéj, meg a kövek helyett, ugye, meg állati szőr is volt. Érdekes módon bejött divatba a libatoll. Ami nagyon praktikus volt, mert párnában is lehetett használni, és hogyha a párna már ugye idejét múlta, akkor a libatollat fel lehet használni. Érdekes módon egy francia író a 16. században leírja, ugyanis a francia udvarban élő libát használtak, leírta, hogy az élő liba helyes használata hogy történik, tehát erről van egy ilyen kis értekezés. Ugye, hogy a libát szálirányba használjuk, tehát, hogy és az érdekes élő libáról van. Szóval megfogod a nyakát, becsapod oda, és végighúzod így enni, és a liba utána fut a tóba, és rögtön le is mossa magát. Tehát ez egy állati praktikus húzás volt a francia udvarban, és a lényeg az, hogy innen alakult ki aztán az a higiéniai vita, ami évszázadokon keresztül folyt, hogy a törlés az milyen irányban legyen, érted, az embernél. És ettől élőliba helyes felhasználásától az előről hátulra való törlésnek volt az a higiéniai következménye, hogy így az ember hosszabb életet tudott élni, mert a húgyuti fertőzéseket ugye ezáltal nagy mértékben ki tudta küszöbölni, hogy előről hátulra. Nem igen, hátulról előre. Nem bizony. Jó, de akkor Gyuri az előbb megmutatta, de Gyuri akkor nem úgy kell, hogy elől fogod a liba nyakát, hátul a izzét, és akkor így, hanem hátul fogod a liba nyakát. Igen. Ugye, mert szálirányba is kell, és akkor gyakorlatilag így áthúzott hátrafelé a libát a lábaid között. Igen, voltam, tehát hogy valahogy reflexzerűen előre-hátra próbáltam. Ezért mondom, és meg kell fordítanod a libát. Nem, hogyha előre-hátra húzod a libát, az a nagyon nagy gáz, mert akkor is... Akkor persze, belemegy a... Igen. Persze. Meg a tollait is felborzolom. Az nem jó. Nem, hát repülési irányba kell. Igen. Tehát pontosan, most, ha el akarsz repülni egy libával, és azt is akarod, hogy kitörölje a feneked, akkor háttal kell ráülnöd a libára. Fordítva kell ráülnöm, nem úgy, mint Nils Holgersson, hanem fordítva. Igen. Így van, tehát a liba, szembe álljon veled a liba, és amikor átfut a lábad között, akkor összecsukod, terpeszt összerántod, kész. És a nyakát megfogod. Így van, szálirányba, és így töröl hátra. Rásegítesz, igen. Tehát és libanya... akkor a hátam mögött van a tó, ugye? Amiben aztán beleugrik örömébe. Pontosan. A kis bónusszal. Hülye lenne, hogyha... Igen, hülyén vennék ki magát, a visszaszaladna a lábad között, mert a tó előtt van. Úgy gyerek, ezt nagyon tóirányba kell állni. Hát ez le van írva a 16. században, ne hülyéskedjetek. Ez egy kardinális kérdés volt akkor, de mondom, meg egy orvosi problémát oldott meg vele ez a francia szatirikus író. Na. Aztán Kínában az 589-ben egy kínai császár már hozott egy rendeletet, a papír használatára, képzeljétek el, merített papír, WC papírokat gyártottak, előírta, hogy a nagysága 60 x 90 cm legyen, ez azért nem kicsi, tehát ez majdnem egy négyzetméteres lapka, merített papír, viszont a rendeletben leírta, hogy nem használhatsz olyan WC papírt, amelyen Konfúciusz idézetek vannak, mert akkor lefejeznek. Tehát vigyázni kellett, hogy mit használj. Észak-Koreában most is így van. Csak ott nem a Konfúciusz idézetekkel, igen. És 1857-ben jelent meg először a világon József Gajetti vezetésével az első WC papír lapka, ami már aloe verával volt átítatva, és egészségügyi célra használták, már úgy értem, hogy ez gyógyászati szempontból, aranyér ellen, és ez a Gajetti minden egyes papírra rá, hogy is mondjam, nyomtatta a nevét, tehát nem derogálta ez a reklámfogás. És utána az 1870-es években Scott fivérek és Z. Wheeler volt az, aki az igazi perforált WC papírt feltalálta. Ez még a fényes papír volt, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Hogyne, és lapkák voltak, és ilyen leporellószerűen föl lehetett húzni őket. Ilyen még volt Magyarországon, én emlékszem erre. Ugye? Na hát az bizony, de majd elmondom, hogy Magyarországon hogy alakult. Ezt a Scott fivérek csinálták már ide is? Igen, a Scott fivérek találták fel, és ez a Wheeler-féle papír volt az a... De ez tényleg ilyen fényes volt, tehát az olyan szétkentél mindent. Igen, tehát, és ez nem volt jó. Tehát, hogy nem, hát, volt, meg kiukat, meg minden. És 1871-ben már a perforációs világ, és 1883-ban alakult ki az a végső formája, hogy letekerhető, kerek, pörgethető volt a WC-papír, és perforált volt. Tehát 1883-tól datáljuk a Guriga WC papírt a frankó mai formájában. De jó. Ehhez képest Magyarországon majdnem 100 évvel később jelent meg. Tehát amit te mondtál, ez a leporálószerű fényes akármi, ez az 1960-ban jelent meg Magyarországon. Én azért mondom, hogy gyerekkoromból én emlékszem erre. Hogy ott ki kellett emelni, felfelé kiemelni ezt a harmonikaszerűen összehajtott valamit, és akkor azt, hogy perforálva, de nagyon könnyű volt letépni, és akkor ott volt ez a már ilyen sejempapírszerű. Igen, nagyon rossz volt. Gyuri, nagyon rossz gyerekkorom. Gyakorlatilag, mint a sejempapír, mint a csomagoló papír olyan volt. Egyébként az egyik fele fényes volt, a másik nem. Tehát volt benne, volt különbség, és akkor volt az, hogy melyik felét kell használni. Én arra emlékszem gyermekkoromból, hogy annak, bocsánat, innem kell. Megességedre. Hogy annak idején mi még újságpapírt használtunk. Tehát az volt a módi, hogy a napi sajtót ugye szeletekre vágtuk, meg tépkedtük, és azokat használták. Aztán ez még az 50-es években dívott, és az 50-es évek végén aztán bejöttek ezek a fényes újságok, az már marha kellemetlen volt. A nőklapja mi? Azt már nem lehetett használni erre, a nívós újságokat. Szúrt meg, mikor összegyűrt, mindegy, nagyon rossz volt. És a lényeg az, hogy egy Népszava cikkből kiderült, hogy 1960-ban megverték azokat a mozgó árusokat, akik vidéken WC papírral házaltak. Tehát, hogy is mondjam. De miért? Azért, mert gusztustalannak tartották, és hülyeségnek, hogy ne zaklassák őket ilyen marhaság. Mert hogy az újság elvégzi. Igen. Aha. Meg egyéb más. De te töröltél újsággal? Tehát neked még az volt a gyerekkorod? Hogyne, persze, igen. Hát akkor az volt, én emlékszem nagymamámnál, hogy voltak ezek a bányász házsorok, és nem volt a házban WC, hanem kint a házsorok mellett volt egy ilyen, mint a Toj-Toj komplexum, ami a fenében, a fesztiválokon, és úgy voltak egymás után a butik, és ott voltak benne ezek a mi a fenék, ezek a előrevágott újságpapírok. Na és... Aztán 1975 körül jelent meg Magyarországon a WC papír, illetve 70-es évek elején. A gurigás. És 75-ig dotálta az állam a WC papírgyártást, és 2 forint 50 fillérbe került egy guriga, és mikor lejött róla a dotáció, az állami dotáció, akkor lett 2 forint 90 fillér. Egy guriga WC papír, ma hát megfizethetetlen, mondjuk, tehát kétszer meggondolja az ember, hogy bizony mennyit használjon belőle. Tehát ja, a WC papír helyes használatáról egyébként, mikor a guriga megjelent, egy 100 éves vita volt, ugye, hogy a fölülről tekerjük a WC papírt, vagy alulról tekerjük, és azt hiszem, hogy 1980-valahányban egyezett meg a világ abban, hogy a WC papírt mindenféle fizikai, higiénis, mindenféle szempontból fölülről tekerjük. Tehát amikor felhúzzuk a rúdra a WC papírt, akkor felénk nézzen a lehúzható része. Így van. Ezt a vitát már meg is beszéltük egyszer. Tehát ez igen. És ezt képzeljétek, ez egy 100 éves vita volt. Hát helyes, figyelj, ez nagyon-nagyon nagy áttekintés volt a WC papír evolúció. Valaki gyorsan, mindenki szavazhat, hogy melyik országban menne vissza a WC papír elétűbe leginkább. Tegnap maximum. Anett? 1975. Tehát te az első gurigás, én a libáig. A liba, nekem is a liba az nagyon liba. Na az nektek. Csak mondjátok. Mondjátok. Én mondtam, én max tegnapig megyek vissza a WC papír történelme, ezt a libát meg ti is csak mondjátok. Hogy mert akkor tegnap még volt a rolni nálatok otthon? Ja nem, amikor már én mentem, akkor nem. Na jó van, Bokcika, köszönjük szépen, jó hétvégét és csőkutya neked. Nektek is. Csőkutya. És a libát láttok, gondoljatok. Jó. Hello. Csőkutya, sziasztok. A mai nap legjobb pillanatai következnek. Basszus, és sziasztok, Anett megkapta a Men in Black villanást, basszus, pont kiszolgálom a vevőt, eldobtam a szőlőt a kezemből, mennyire nagy vagy, bocsi, zöldséges Zsolt. Na jó van, a mai nap legjobbjai. A pénz nélküli ember, tudod, Mark Boyle. A brit férfi, aki úgy döntött 15 évvel ezelőtt, hogy a pénzt kivezeti az életéből, mert szerinte az neki csak a gondot okozza, azóta úgy oldja meg az életét, és ezen gondolkodtunk el mi is, hogy így négyen hogyan oldanánk meg pénz nélkül. 10 óra lesz 3 perc múlva, hát micsoda összegzések SMS-ben, amik érkeznek a műsorunkkal kapcsolatban. Szeretném jelezni, hogy a heti tananyagot magamba szippantottam, liba, vargánya, kuglóf és WC papír bekészítve hosszú hétvégére Botondbajáról. Elég is lesz. Így van. Az a tényállás, hogy ennyi volt mára. A heti cselekmény tekintetében jogukban áll pihenni Laca Biáról. Teszem azt, az jutott erről eszembe, hogy a pihenésünk egy nappal hosszabb lesz, tehát jövő héten még kedden nem leszünk, szerdán viszont igen. Amúgy meg ugye nyilván a hosszú hétvége. Tehát szerdán leszünk újra, ez csak úgy előre. Aztán Gyurinak jó hír, ingyenes a gombavizsgálat. Üdv egy gombász? Ah, hát akkor így még egyszerűbb minden. Ez egy tuti modell, látjátok? Tuti modell. Síró, 2023-as Lucky Luke. Gyuri, ez volt a hét beszólás. Te voltál. Tudom. Srácok, az egyetlen ember, aki kék öltönyben lovon ült, az Django volt a filmben. Hát valahogy így. Na jó van. Anett, akarsz még változtatni bármit a koncepciódon? Semmit, de ez így jó, ahogy van. Igen, én ezt vállalom. Kagylókarkötő, joga a tengerparton, kókuszdióért megcsinálod, amit meg kell, és... Amanda Sexelbrand egépül. Igen, semmiféleképpen nem szeretnék változtatni, hiszen ez olyan jól kitalálódott általatok is, hogy tehát ez bűn volna változtatni rajta. Na jó van. Oké, mindenkinek nagyon köszi. Vágópiros jön. Hú, itt ment el. Igen. Nem fog ideérni. De ide fog érni. Na jó van, mindenkinek kellemes hétvégét, hosszú hétvégét. Én viszont kívánjuk. És mondom, akkor még egy kedd az pluszban nekünk a Szabi. Jár. Jár, így van, és találkozunk szerda reggel, 6:08. Viszlát!